harmadik modul harmadik előadása, de nem írom föl ezt, hogy harmadik modul harmadik előadása, hogy a számozás szépen folytatólagos legyen. A dolog, amiről beszélnünk kell, a törlés. A törlés. Most itt igazság szerint a másoláson kívül itt volna megbeszélni a mozgatást is. Tehát amikor egyik helyről át a másik helyre, de hogy ne keveredjenek annyira a dolgok a helyben. Ezzel kapcsolatban hadd javasoljam azt, hogy eleinte úgy csináljuk, hogy átmásolod, és ha nem kell, az eredeti helyen onnét megragad. Jó? Tehát amiket megbeszélünk, azok a módszerekkel a mozgatást is meg tudod oldani, de lehet, hogy csinálni, hogy rögtön nem másolod, hanem átmozgatod. Áthelyezés, ugyanaz. Jó, tehát szokták így is úgy is nevezni, viszont a törlés az nélkülözhetetlen. Törölni úgy lehet, hogy először ki kell jelölni, hogy mit akarunk jelölni, tehát kijelölés. És ezt követően igazándiból két lehetőség van, hogy megnyomom a delete gombot, vagy megnyomom a shift delete gombot, vagy megnyomom, még egy harmadik is van, a helyimet és onnét választom a törlést. Jó? Tehát egyik lehetőség, hogy másik lehetőség shift plusz delete. A harmadik lehetőség, hogy elindítom a helyi menüt. És abból a törlés elemet választom. Tehát a három lehetőség van. Tehát az delete. A delete billentyű. Hát szerintem nem kéne megmutatni, de azért megmutatom. Jó, tehát a delete billentyűvel kibálni. A shift delete az annyiban fog már eredményezni, hogyha a shift delete-et törlöm, akkor nem kerül a lombra. Akkor is, hogyha egyébként oda kerül. Tudnék, nem minden kerül a lomtárba. Ha te a pendrive-odon törölsz, akkor az rögtön végleges törlés. A pendrive-ot nem adattárolásra használjuk, hanem arra, hogy cipeljük egyik helyről a másik. Tehát a pendrive-ról törölni valamit nagy bűn, mert az eredetije valahol megvan. Nem is óvja annyira a rendszer a pendrive-ról történő törléssel eltávolított fokat, azok rögtön végleg törlődnek, viszont ha mi a gépünk rendes üzemi tárolójáról törlődünk, tehát az asztalról, dokumentok mappából, mit tenni honnét, akkor amit így törlünk, a del vagy a helyünkből a törléssel, az nem végleg törlődik, először a lomtár nevű eszközbe kerül. Azért szervezték így, mert hát aki dolgozik, az hibázik is, és hogyha véletlenül törsz egy olyat, amit nem kellett volna törölni, akkor nem szeppokut a hírit meg kelljen csinálnod, mert véletlenül éppen a szakozatodon éppen beselőtt lennél, és három napon belül, vagy három órán belül kell adni, hogyha azt törd, akkor hát akkor tényleg szörségek történnének. De hogy ilyen ne lehessen, ezért először a lomtára kerül minden. Kivéve, hogyha a Shift-Delete billentyű kombinációt használod, mert akkor rögtön végleg törli. Jó? Ha te törli, akkor olyat nehogy csináljál, mert én már láttam, hogy rögtön megnyitod az illető lomtárat, és a lomtárból is törli, hogy biztos tiszta lappal dolgozni, tehát olyan, hogy igazándiból te miért szoktál törni, mert kevés van a gépen sokszor, meg nem betrasz.
Na most, ha rendet raksz, azért törölsz dolgokat, akkor ez nem jut eszedbe, hogy akkor rögtön a lomtárat is üvítsed, de ha kevés a hely, akkor viszont tudjad, hogy attól, hogy te épről törölsz valamit, valahonnét, attól még nem lesz több helyed. Tudnék, a lomtár is a gépeden van. Ugyanúgy a Winchesteren található, és ezzel nem nyertél helyet. Minden esetre maradjunk annyiban, hogy a lomtárat nem illik rögtön üríteni, meg egyébként is, ha lomtárat akarsz üríteni, akkor csináljad úgy, hogy a lomtár tartalmát megnyitod, sorbetű törlés dátuma szerint, és ami már egy éve, fél éve, két hónapja törölve volt, és még mindig nem jutott eszedbe, hogy kell, na azokat törlöd, de ne úgy csináljad, hogy a lomtáradról. Oké? Okay. Hogy próbáljuk ki, mert szerintem tök egyszerű a dolog, úgyhogy nem fog problémát okozni. A következő dolog, amiről értelemszerűen beszélnünk kell, az maga a lomtár. Tehát a lomtárról annyit kell tudni, hogy maga a lomtár az a... A Winchesteren van, a háttértáron található. Hát ez, hogy Winchester, már ez se teljesen igaz, mert a legújabb gépekben már nem biztos, hogy csak Winchester háttértár van, mert találtak ki tisztán elektronikus és annál gyorsabb háttértárot is, csak egyelőre még eléggé drága. És mit tudok vele csinálni? Hát egyrészt ki lehet üríteni, illetve hát törölni belőle. Ugye előbb mondtam azt, hogy nem biztos, hogy célszerű üríteni. Az ürítés az majd úgy fog kinézni, hogy a helyi menüt indítjuk, és abból választjuk a lomtár ürítése elemet. A törlés belőle az pedig úgy néz ki, jó, tehát ez lesz az ürítés, nem írom oda mögé, hogy ez az ürítés, mert világos. Szövegből kiderül, hogy ez az ürítés. A törlés belőle azt pedig úgy fog kinézni, hogy megnyitjuk, rendezzük a törlés dátuma szerint. Ezt hogy tudom megcsinálni? Milyen elrendezést választok? Hát a részleteket. És amikor én a lomtárat nyitom meg, csak figyelj, légy kedves, itt a lomtár, megnyitom, hogyha én itt a részletek elrendezést választom, akkor itt van a törlés dátuma is. Ugye nyilván ez egy normál map és dátum értelmezhetetlen, és törölt állománya a normál mapban. Jó, és akkor a törlés dátum szerint a sorba rendezem. A második kapítással fogjuk rendezni. Dátum fölmenőbe, tehát legebben törölt, és akkor innét már csinálom a törlésről tanult dolgot. Tehát kijelölöm, amit törölni akarok, és megnyomom a gombot. Oké? Nem ide akartam jönni, hanem ide. Rendezés, törlés, dátum szerint.
azután törlés innét. Is. És amit innét is törlök, tehát nincs, hogy lomtár 1 meg lomtár 2, és akkor innét töröm, akkor lomtár 2-be külön, hülyeség lenne nyilván. Ez már végleg törlődik. Jó? A másik dolog, amire szükségünk lehet, hogy rájövünk, hogy valamit véletlenül töröltünk, és vissza kéne állítani. Ez lesz a visszaállítás. Megnyitjuk. Megkeressük. De most hát valamit kell róla tudni, amit vissza akarok állítani. Vagy a nevét tudom, vagy azt tudom, hogy hol volt, vagy azt tudom, hogy mikor töröltem. Ha semmit nem tudok róla, akkor azért már, az már gáz. Jó, megkeressük. Kijelöljük. Utána helyi menü, és abból a visszaállítás. Erre nem fogjuk kiválasztani. Most a megkereséshez mutatom a nyitott lomtáramat, ha nyitva van, igen. Tehát itt van a név, az eredeti hely, a törlés dátuma, a mérete, az elemtípus, hogy mikor módosítottuk. Tehát amik úgy egyébként egy rendes mappában megvannak, azok itt is megvannak, csak pluszba bekerült az eredeti hely, és az, hogy mikor töröltem. Tehát ez a két adat pluszba ott van. És hogyha én kijelölök valamit, helyi menü visszaállítás, így állítom vissza, akkor hova fog kerülni, ahonnét töröltem. Tehát vissza oda, ahonnét töröltem. Hogyha azt a helyet is töröltem, ahonnét töröltem, követhető, ugye? Akkor a hely is visszaállításra kerül, tehát meg lesz a hely is, ahonnét én letöröltem. Oké? Okay? Tehát teljes rendet rak. Rendben? Jó? Oké. Szerintem akkor ez a 3-1-es előadás befejezve, és a 3-2-essel tudjuk folytatni. Asztal megjelenítése. Hát erre is majd viszonylag sokszor lesz szükségünk, mit sütsz kiszücs. Tehát a tipikus feladatokon belül, ugye a 6-1, 6-2, 6-3, stb. Asztal megjelenítése. Tudjuk, mi az asztal, ugye a képernyőn felső része ez. Ez itt a tálca, alul ez a csík, és fölötte ott van az asztal. Na most egy mai modern gépet, ha tényleg úgy szakértő módon, hozzáértő módon használunk, az valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy a gépünkön nyitva van 4-5 ablak is. Tehát használok 4-5 különböző programot. Hadd mondjak hát példát, tehát mondjuk nyitva van a levelező programom, és jött egy levél, amiben sürgős választ kérnek valamire, mondjuk egy árajánlatot kérnek. Nem fogok kilépni a levelező programból, mert mindjárt, ahogy elkészítem az árajánlatot, már el is akarom küldeni. Viszont valószínűleg ehhez el kell indítani az Excel-t, mert valamit kalkulálni kell. Az Excel-ben, amit kiszámoltam, azt a Word-be bele kell írni, és lehet, hogy valamilyen forrás adatra, amivel számolok, is szükségem van, amit meg az internet böngészővel fogok megkeresni, mint valuta árfolyamot, vagy valamit, beszállítónak a
árait, és a többi, és a többi. És akkor nyitva van már 4 programom, és még lehet, hogy továbbiak is. És hogyha hirtelen szükségünk lesz arra, hogy az asztalt lássam, mert mondjuk még egy további adatra is szükségem van, ami meg az asztalon egy fájlban van, akkor ne kelljen már azt csinálni, mint amit én most fogok, hogy lerakom Esztikomba, aztán lerakom Esztikomba, és még ott vannak, és pakolom rá egyenként mindegyiket ikomba, hanem egyszerűen majd, most tényleg ott van minden egymás hegyén hátán, tehát ne kelljen így végigjátszani ezt, hogy előkerüljön 5 ikon méretre kattintani, hanem majd annyit kell csak csinálni nekünk, hogy egész egyszerűen rákattintunk az asztal megjelenítése eszközre, itt kat, és mind az 5-5 ikonba rak. Jó, tehát annyi lesz a dolgunk az asztal megnyitésénél, hogy rákattintunk a tálca jobb szélén lévő asztal megjelenítése gombra. Ez mindig ott van a jobb szélén. Nektek nem biztos, hogy így néz ki, hogy tényleg egy ilyen asztalszerűséget látunk, lehet, hogy csak egy ilyen függőleges nyomógomb. Sőt, biztos vagyok benne, hogy csak egy függőleges nyomógomb, de ha rákattintasz, akkor az fog történni, hogy ami a képernyőn ott volt és takarta az asztalt, azt mind lerakja ikonba. Oké? Az összes alkalmazást, nyitott alkalmazást ikonba rakja. Most kellett volna. Most, hogy ezt lássuk, nyissatok meg egy-két dolgot, tehát mondjuk indítsátok a Google Chrome böngészőt, meg a start menüből mondjuk indítsátok el a számítógépet, akkor már 2 alkalmazás lesz nyitva, és utána kattintsatok rá erre a tálca jobb szélén lévő nyomógombra, és akkor azt fogod látni, hogy pillanatok alatt mind a 2-t lerakta, és hogyha még egyet rákattintasz, akkor meg fölrakja őket. Oké? Okay? Word-öt is elindíthatod, hogy még több dolog legyen nyitva. Működik mindenki, ugye? Jó? Ez egy nagyon egyszerű, de nagyon hasznos dolog. Jó, a következő valami, hát XP-ben már szerintem senki nem dolgozik, de XP-ben is volt egy ilyen gomb. Ott el lehetett tüntetni, meg kikapcsolni, meg mit olyan sokaknál ez ki is kikapcsolásra is került, úgyhogy ebből voltak problémák, de szerintem az XP az lassan felejtős kategóriának tekinthető. A mappák kezelése lesz a következő témánk. Még egyet kattintasz és visszarakja. Ja, jó. Működik, nem? Igen. Ma ez hasznomra lesz volna. Ha eszembe jut, hogy már ezt mondtad. Mert már egyszer mondtad. Figyeljetek, ez egy olyan dolog, hogy én itt nagyon sok mindent elmondok. Azt tanácsolom, hogy kezd el használni ezeket. Aztán egy idő után majd vedd elő a jegyzetedet, lapozd át újra, mert biztos, hogy nem fogsz minden kapásból használni. Mert nagyon sok minden elhangzik. De, hogyha később előveszed, és egy csomó dolgot már rutinból használsz, akkor újabbakat kezdesz el majd használni, és hát a tényleg profi felhasználó előbb-utóbb szinte az összes dolgot, amit én itt tippként mondok nektek, azt használja, ha nem is napi szinten, de heti szinten egyszer-kétszer egészen biztosan. És tényleg így fogod majd gyorsan használni a számítógépet. Volt egy sikerélményem. Na.
Ugye a mappák általában növekvő sorrendbe szoktak lenni, csak valaki átállította, és a dátum szerint volt, és a legfrissebb volt legfő, és a kolléganő összekeveredtek. Jól mondom, várjál, visszaállítom, tudom, hogy kellett. Úgyhogy sikerült. Na most igazándiból vicc kategória ez, hogyha értesz hozzá, hogy nem? Igen. Csak de ha nem mondják el, akkor honnét a francból tudja? Sőse kapcsolat, hopp, összekeveredtek. Ugye, honnét a fészkes fenéből tudja? Igen. Tehát ezek nagyon egyszerű dolgok, csak hát úgy még ember nem született, hogy ezt tudta. Jó? Na, mappák kezelése. Hát mit tudunk a mappával csinálni? Hát először is tudunk mappát készíteni. Jó? Tehát mappa készítése. Ugye magát a mappát, hogy miért használjuk, az már világos. Ugye azért használjuk a mappákat, hogy az adataink között eligazodjon. Most azon gondolkodtam, hogy hol kérdezték meg tőlem, közben rájöttem. A senior csoportban, tehát a kevésbé elegáns néven, a nyugdíjas csoportban kérdezte meg egyik kedves hallgató, hogy van-e korlát arra vonatkozóan, hogy hány mappát lehet egymásba rakni. Igazándiból van rá korlát, de nem úgy válaszolható ez meg, hogy mit tenni, 5-5, 8-at, 12-t, stb., hanem az van behatárolva, hogy mert ha az ember meg akarja mondani, hogy mi hol van, akkor el kell mondani, hogy a C meghajtón, azon belül az ilyen mappába, azon belül olyan mappába, azon belül amolyan mappába, és hogy ezeket, ahogy leírjuk, betűkkel, számokkal, ezt úgy hívjuk egy elérési út, logikus, hogy miért, ennek a hossza van behatárolva, hogy hány karakter lehet összesen. De ez egy olyan nagy szám, amiben nagy valószínűséggel te nem fogsz belegyalogolni. Inkább a józan paraszt ész fog gátat szabni, mert mit én, négy mappánál többet szerintem 7 centség, hogy nem raksz egymásba, mert az már nem egyszerűsíti a dolgodat, hanem bonyolítja. Tehát 2-3 mappát szoktunk maximum egymásba pakolni, és az még semmilyen problémát nem szokott okozni. A mappának a nevével kapcsolatban van korlát. Igen, van. Tehát vannak bizonyos karakterek, amiket mondjuk nem tartalmazhat a mappa neve, meg a file neve sem. De ha te véletlenül olyan karaktert akarsz a névbe bevinni, amit nem tartalmazhat, akkor visszadumál a számítógép, hogy ez és ez a karakter nem használható. Egyébként nagy valószínűséggel nem akarsz olyan karaktert gépelni, pontosabban igazándiból valószínűleg egyet szeretné a gépelni, ami nem használ, a kettős pont. Tehát kettős pont például nem lehet benne. Más sem lehet, de azokat úgy se fogod használni, mert kérdőjel se lehet benne, csillag se lehet benne, de miért gépelnél egy mappa névbe kérdőjelet? Vagy miért gépelnél csillagot egy mappa névbe, vagy fájl névbe? Viszont kettős pontot esetleg akarsz gépelni, vagy ugye egy ilyen hosszabb magyarázó névbe, hogy kettős pont, és akkor kiegészíted még valamivel. Jó? Tehát a mappa készítés. Hogy tudok mappát készíteni? Hát több módszer van rá. Én azt a módszert szeretném mondani, ami mindig tuti, hogy működik. Operációs rendszer verziótól függetlenül. Tehát működik XP-ben is, 7-esben is, 8-asban is, jön majd a 10-es szerintem, abba is fog működni. A lényege az, hogy legyünk ott, ahol mappát akarunk készíteni. Indítsuk a helyi menüt. Ugye az, hogy helyi menü mit jelent, az egér melyik gombjával kattintok? Jobb gombbal. Jobb gombbal kattintok, és ez fontos, hogy egy üres helyen kell. Tehát ha olyan
mappád van nyitva, ami tele van fájlokkal, akkor menj le az aljára, részletek elrendezésbe, és alul az utolsó alatt az üres helyen kattints. Vagy rendezd át másik elrendezésbe, nagy ikonok, extra nagy ikonok, és két fájl közé üres helyre kattints. Mert ha a fájlra kattintasz, akkor a fájlnak a helymenüjét fogod megkapni, és nem a annak a helynek, ahol mappát akarsz készíteni, és a fájlon belül, tehát a fájlban nem tudsz mappát csinálni, tehát nem is lesz olyan lehetőséget, hogy mappát készíts. Jó, tehát indítsuk a helymenüt egy üres helyen, aztán választjuk az új elemet, azon belül pedig azt, hogy mappa. Jó, és anélkül, hogy bárhol kattintanánk, kezdjük el gépelni a nevet. Tehát azt a nevet, amit mi a mappa nevének számlánk. Az esetek nagy részében azt fogod látni, hogy mikor jobb gombbal kiválasztod, elindítod a helymenőt, és utána bal, tehát ráállsz arra, hogy új, azon belül pedig arra, hogy mappa, és bal gombolót kattintasz, akkor meg fog jelenni egy sárga színű mappa, aminek oda lesz írva a neve az, hogy új mappa, kék alapon fehér betűvel, és ilyenkor csak el kell kezdeni gépelni. Nagyon sokan nem látják, hogy hova fog gépelni, ezért oda kattintanak egyet a névre, na ezzel már el is rontották. Tűnik azt ugye megbeszéltük, hogy ha valami kijelölt, tehát a szövegünk kijelölt, és mi elkezdünk gépelni, akkor a kijelölt szöveg eltűnik, és csak az jelenik meg, amit gépelünk. Igaz? Néha azonban lehet olyan is, hogy kiválasztod a helymenüből azt, hogy új és mappa, és nem látod, hogy hol van. Én már belegyalogoltam ilyenbe. De ha elkezded gépelni a nevet, akkor megjelenik. Tehát akkor ráugrik, és akkor fogod látni. Na ezt csináljuk, jó? Tehát jelenítsük meg az asztalt, jó? És az asztalon fogunk mi most egy új mappát készíteni. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy az egér jobb gombjával az asztal egy üres helyére kattintunk, a megjelenő opciók közül kiválasztjuk azt, hogy új, és utána azt, hogy mappa. És erre, hogy mappa, erre viszont már az egér bal gombjával kattintunk. Most történt az, amit mondtam. Megjelent egy új mappa, a neve az, hogy új mappa. Anélkül, hogy te bárhova kattintanál, hogyha elkezdesz most gépelni, a mai dátum legyen a neve. Jó? Tehát 2015. Pont. 03.12 Enter, ezzel létrehoztad a mappát. Jó? Na most én azért ezt a módszert tanítottam, hogy jobb klikk, új, stb. Mert ha én mondjuk ezt a mappát megnyitom, és ezen belül akarok új mappát készíteni, akkor itt már van egy ilyen menüpont, hogy új mappa. De az asztalon nincs ilyen, hogy új mappa, viszont itt is csinálhatsz új mappát, hogy jobb klik. Tehát ez, hogy jobb klik, új mappa, ez mindig működik. Tovább megyek, ez még akkor is működik. Ezt mutatni szeretném. Hogyha én elindítom a mentés máskéntet, ott bejön a mentő párbeszéd ablak, itt van egy csomó dolog, itt is itt van, hogy új mappa, de a jobb gomb, új és mappa itt is működne. Most nem csinálom meg a mappát, de itt is működne. Tehát az a módszer, amit én nektek most elmondtam, megmutattam, az mindig működik. Vannak alternatív módszerek, amelyekből néhány itt működik, máshol meg nem működik, de ez a módszer, amit én most elmondtam, ez univerzális. Ez teljesen univerzális. Minden verzióban, minden szituációban működik. Oké? Tehát lehet, hogy mondtam már azt, hogy elképzelhető, hogy valamelyik családtag, ismerős barát azt mondja, hogy Laci ilyen volt, miért ezt a módszert tanította, van egyszerű is. Lehet ott, abban a szituációban, de az a módszer nem biztos, hogy mindig működik. Oké?
Mert ugye van ez a gomb, hogy új mappa. És mi a francnak kell jobb gomb, új mappa, mikor egy kattintással is meg tud csinálni? Ja. Bizonyos helyeken. Máshol meg nem. Oké? Okay? Jó, tehát így tudunk mappát készíteni. Mindenki elkészítette a mappáját, ugye? Nem volt gond. Jó? A következő dolog a mappa megnyitása. Hát ez marha egyszerű, bármit meg akarunk nyitni, akkor egyszerűen duplát kell rákattintani. Tehát dupla kart. De, ha te légy szíves, nyissad is meg ezt a mappát, amit most csináltál. Jó, tehát nyissad meg. Na most alapbeállítások mellett úgy nyílik meg a mappa, hogy bal oldalt a gyakran használt helyek ott vannak. Ezt megbeszéltük már. Ugye itt van az asztal, a könyvtár, a számítógép, azon belül a meghajtók. Nekem csak C van. Na most az, hogy neked csak C van, az egy dolog. Ja, attól függ, hogy hány partícióra van osztva a Winchestered, és még egy dologtól is függ, hogy el van esetleg rejtve a második, harmadik partíció. Úgy is tudunk mi majd váltani helyet, hogy hol vagyunk, hogy itt ezen a gyakran használt helyeken egyszerűen rákattintok arra, amit meg akarok nyitni. De itt nem kell kettőt, itt elég egyet. Tehát itt bal oldalon elég egyet. Tehát ha az asztalra kattintasz, itt mutatja az asztal tartalmát. Oké? Okay. Jó? Vagy mondjuk például itt rákattintasz a dokumentumokra, akkor mutatja a dokumentumok tartalmát. Még egy dologra szeretném fölhívni bal oldalon a gyakran használt helyekkel kapcsolatosan a figyelmet, nevezetesen arra, hogy itt kis plusz, illetve mínusz jeleket, vagy kis háromszöget így vagy így lefele mutatóan látsz. Ha a plusz jelet látod és rákattintasz, akkor a benne lévő mappákat kinyitja, mint egy családfát mutatja. Ugyanez vonatkozik a háromszögre, akkor is mutatja, tehát itt erre kattintasz, akkor megjelenik, hogy mi van benne. És akkor megint, hogy mi van benne. És aztán megint, hogy mi van benne. Oké, vagy itt a tanfolyamok, befejezet. Ugye itt lehet látni, hogy már négy szint is egymás alatt van. Tehát dokumentumok, azon belül a tanfolyamok, azon belül a befejezet, azon belül a hétfői kezdő. De ennél több szintet már hülyeség csinálni, mert már nem egyszerűsíti a dolgot, hanem bonyolít. Viszont, ha rákattintottál egy plusz jelre, akkor abból mínusz jel lett, és ha mínusz jelre kattintasz, akkor meg becsukod a tartalmát. Oké? Okay? Ezt azért csinálja, hogy ne zavarjon ott az a sok kifejtett ág. Ez olyan, mint egy családfa, egy népes családfa. És nem biztos, hogy mindig minden ágát látni akarom. Oké? Okay? Ha ilyen van, véletlenül, hogy a könyvtárak sem látszanak, ne jöjjél zavarba, ugye a pluszjelre kattintva megjelennek a könyvtárak. Ugye a négy fontos könyvtár, erről beszéltünk, ma is említettem őket, a dokumentumok, a képek, a videók, meg a zenék. Oké? Okay? Tehát igazándiból mappa megnyitása, dupla kattintással, illetve hát ezt ott oldalt, bal oldalon úgy szokták hívni, hogy könyvtárfa,
könyvtárfán színplakat. Jó? És ugye a plusz és mínusz szerepe. Csak ennyit írok, hogy a plusznak és a mínusznak a szerepe. Nem fejtem ki, hogy a plusznak az a szerep, hogy kinyissa, a mínusznak pedig az a szerepe, hogy bezárja az adott tágat. Na, akkor meg tudunk már nyitni, vissza is tudunk lépni. A visszalépés... Az én vagyok? Nem. De. Semmi baj, csak. Ez egy gyengét. Mondottam, hogy hát valami fontos, és nem válaszolni kell, de semmi. Jó, tehát a következő dolog az az, hogy hogy tudok visszalépni. Visszalépni, tehát oda, ahonnét jöttem, két módon lehet. Az egyik mód az, hát biztos ismerős mindenkinek, mert a böngésző programban használja napi szinten, tehát ezzel a visszalépés gombbal itt fönt lépegethetek vissza. És akkor amit végigjártam, azon az ágon megyek vissza. Másik lehetőség pedig az, hogy a billentyűzeten megnyom a backspace gombot. Jó? Tehát a... Nem ide akartam jönni, bocsánat. Ide akartam jönni. Tehát a backspace a billentyűzeten, illetve a visszalépés gomb. A címsorban. Hát pontosabban nem a címsorban van ez, hanem a címsor alatt. Tehát a bal felső részén az ablaknak. Jó. Következő téma, amiről beszélni kell, az már egy egészen más témakör. Ugye azt írtuk föl, hogy gyakori feladatok az oprendszeren, vagy tipikus feladatok az oprendszeren, vagy 6-os pontban, és most jönne a 7-es pontunk, a nyomtatás. Illetve hát ehhez kapcsolódó problémák megoldása. Először is azt kellene megbeszélni, hogy a Windows hogy kezeli a nyomtatót. A Windows úgy kezeli a nyomtatót, ezt az ábrát innét le fogom lopni. Hajlandó. Tehát az lenne a dolognak a lényege, hogy amikor mi egy nyomtatást elindítunk, akkor nem az történik, hogy közvetlenül a nyomtatóra kerül, amit én nyomtatok, hanem először egy úgynevezett nyomtatás vezérlőbe kerül, és innét a nyomtatás vezérlőről kerül majd tovább a nyomtatóra. Miért ez a varga betű? Mi értelme van ennek? Ennek az az értelme, hogy a számítógép rendszerben a leglassúbb eszköz az a nyomtató. És hogyha közvetlenül úgy nyomtatnék, hogy innét ide a
programból rögtön a nyomtatóra küldenék valamit, akkor addig, amíg azt a nyomtatást be nem fejezem, addig, hogy egy másik nyomtatást nem tudnék csinálni, az hétszentség. Viszont ezzel a közvetett módszerrel, hogy először a nyomtatás vezérlőbe kerül, és majd onnét kerül tovább a nyomtatóra, amikor a nyomtató képes fogadni, ezzel meg lehet azt csinálni, hogy én kinyomtatok valamit, még ki se nyomtatta a nyomtató, még nyomtatja, de már nekiállok egy másik dolog nyomtatásának. Mert a nyomtatás vezérlő képes fogadni azt a másikat is, akár a harmadikat, negyediket, ötödiket is. Ez így egy nagyszerű dolog, de ebből bizonyos bakik is majd következnek. Mégpedig az a baki következik, és így valószínűleg már jártatok, hogy elindítod a nyomtatást, aztán rájössz, hogy mi a franc, ezt nem is kellett volna kinyomtatni, és hogyha hirtelen nem tudod, hogy hogy lehet leállítani a nyomtatást, mit szoktak csinálni, kikapják a nyomtatóból a papírt, kikapcsolják a nyomtatót. Ezt megúsztuk, vissza a papírt, bekapcsoljuk, mit látok? Újra neki áll nyomtatni. Ugye, agyalunk, mi a francot csinál, kikapcsolom a gépet. Kikapcsolod a gépet, ha ezt játszottad el, akkor folytatja. Ha kikapcsolod a gépet, akkor pedig mi történik? Kezdi előről. Kezdi előről. Az egészre ez a magyarázat. Tudnék, ez a nyomtatás vezérlő, ebben ott várnak a fájlok arra, hogy kinyomtassák őket, úgy hívják ezt, hogy várakozó sor. Ennek az a dolga, hogy ami itt van, az kiküldje a nyomtatóra. Honnét kellene eltüntetni? Innét. Ha te innét nem tünteted el, amíg innét el nem tünteted, ezt fogja nyomtatni. 7 cent. Oké? Okay? Tehát ez a magyarázat rá. Ezt a kis Móriczka rajzot azért rajzoltam le, mert innét kezdve így ez világos, hogy miért így történt. Oké? Okay? Picit alakítok rajta, jó? Hogy... kevesebb fölösleges helyet foglaljak. Közben rajzolhatjátok ti is, akár szebbet is, mert szerintem lehet ennél szebbet. Jó, ez a nyövő, ez a nyomtatás vezérlőnek a rövidítése akar lenni, illetve egy kicsit kisebbre is veszem ezt az ábrát. Jó? Tehát ez a logikai blokk sémája a nyomtatásnak. És hát akkor milyen feladatok vannak a nyomtatással kapcsolatosan? Hát maga a nyomtatás. Magáról a nyomtatásról tanultunk. Ugye nyomsz egy Ctrl-P billentyű kombinációt, a világ összes programjában a Ctrl-P az a nyomtatást fogja elindítani. Ezt oda hátra a billentyű kombináció gyűjteményünkbe is beírtuk, az egészen biztos. És általában legalább három paramétert a nyomtatással kapcsolatosan meg lehet adni. Hány példányban, melyik nyomtatóra, és mit akarsz nyomtatni. A hány példányban az világos, a melyik nyomtatóra. Hát ezzel kapcsolatban annyit, hogy egy gépről majdnem, hogy tetszőleges számú nyomtatót érhetsz el. Fizikailag nem biztos, hogy az összes nyomtató arra a gépre van csatlakoztatva, tehát hogy a nyomtatóból kijövő madzag USB kábel, nem biztos, hogy a te gépedbe van csatlakoztatva, lehet, hogy a te gépedbe egyetlen nyomtató sincs csatlakoztatva, viszont hálózaton keresztül elérsz akár 3-4-5 nyomtatót is. Oké? Okay? Akkor a melyik nyomtatóra az is világos, és a harmadik dolog, hogy mit. Na most van egy 10 oldalas dokumentumod, hogyha elrontottad a harmadik oldalt, észreveszed a hülyeséget, harmadik oldallal kosárra dobsz a szemetesbe, valószínűleg, ha kijavítottad, nem akarod mind a 10 oldalt újra kinyomtatni, csak a harmadik oldalt, mert abban volt a hiba. Meg lehet adni, hogy mit nyomtassam. Általában több logikus, bár erről szerintem beszéltünk már,
ugye az oldalakat oldalszámmal lehet felsorolni, hogy 1-es oldal, 3-as oldal, 8-as oldal, vesszővel elválasztva, vagy esetleg pontos vesszővel. Általában egy minta ott szokott lenni, hogy az alapján világos legyen, és hogyha pedig egy tartományt akarsz megadni, hogy mint 5, 6, 7, 8, akkor 5 kötőjel 8. Tehát így lehet megadni, hogy mit nyomtasson. Lássuk, ugye elindítottam Ctrl-P-vel. Összes oldal nyomtatása, ehelyett én csak bizonyos oldalakat. Egyéni tartomány nyomtatása, és akkor itt kellene felsorolni. Oké, tehát egy vesző, stb. Stb. Ja. Tehát az első dolog maga a nyomtatás. Ugye Ctrl-P-vel elindítom a nyomtatást. És hány példányban? Melyik nyomtatón? Mely oldalakat? Tehát ezeket a paramétereket tudjuk megadni. Meg az, hogy egy oldalas vagy két oldalas, nem? Na most, hát ez már nyomtatótól függ. Hogyha olyan nyomtatód van, amelyik képes a két oldalas nyomtatásra, szokták elegánsabban úgy hívni, hogy duplex nyomtatásra, de amelyik tényleg alkalmas, akkor ezt is választhatod. Az a nyomtató, amelyik duplex nyomtatása alkalmas, annak a típus jelének a végén szokott lenni egy D betű. Az a duplex, tehát két oldalas. És akkor az úgy nyomtat, hogy kinyomtatja, kijön a papír, visszamegy a papír, és újra kijön, és a másik oldalára is rányom. Ezzel érdemes a két oldalas nyomtatás. Olyan nyomtatóval két oldalasan nyomtatni, amelyik ezt nem tudja, nem igazán érdemes a két oldalas nyomtatás, mert abból nagy káromkodások lesznek a végén. Tudnék, ha ott a kétoldalas nyomtatást választod, akkor kinyomtatja az 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, 9-es oldalt, vissza kell raknod ezeket a lapokat, megfordítva, vagy nem megfordítva, attól függ, hogy kezeli, és lehet, hogy fordított sorrendben kell nyomtatni, és akkor lesz a nagy káromkodás, mikor véletlenül két lapot húz be egyszerre. Mert akkor ugye onnét kezdve elcsúszott az egész. Én ahányszor így akartam nyomtatni, hogy ilyen manuálisan, kétoldalasan, abból még mindig káromkodás volt a végén, meg bele lehet egynyúlni, meg mit tudom. Tehát akkor inkább egyenként nyomtasd. Lehet, hogy tovább tart, de nem fogsz káromkodni. Pláne lézernyomtatónál szokott olyan lenni, aki már nyomtatott, lézernyomtató, tudja, hogy összeragadnak a lapok. Mert statikusan föltöltődik, és akkor mindenféle problémák vannak belőle. Tehát ez a duplex nyomtatás, ez inkább akkor, hogyha tényleg duplex nyomtatónk van. Aztán a következő dolog, ami előfordulhat, az az, hogy PDF-et akarunk létrehozni. De én ezt külön pontban tárgyalnám, jó? PDF. Ismerős ez a mozaik szó? Valószínűleg igen. Ugye az interneten rengeteg dokumentumot PDF formátumban találunk meg. A PDF az a hordozható dokumentum formátumnak a angol rövidítéséből származó mozaik szó, és ezt azért találták ki, mert ez a PDF formátum azt tudja, hogy tök mindegy, hogy milyen operációs rendszer alatt, milyen platformon, tehát hogy mobiltelefonon, tévén, ami alkalmas, ugye okos tévékkel internetezni is lehet már, tabletten, vagy
asztali PC-n nézed meg, mindegyiken pont ugyanúgy fog kinézni. Ezt tudja ez a PDF formátum. És hát nagyon sok helyen meg ezt kérik. Tehát amikor valamit el kell készíteni az embernek, oda kell adnia, szakdolgozat, pályázat, portfólió, mit tudom, micsoda, azt PDF formátumban fogják az embertől kérni. Na most hogy tudsz PDF formátumot előállítani? Attól függ, hogy milyen programból akarod előállítani, illetve milyen verziójú az a program, lehet, hogy a program már eleve alkalmas a PDF-ben történő mentésre. Tehát azt mondod, hogy mentés, és ott típusnál azt fogod kiválasztani PDF, és kész, megoldva a probléma. Tehát mondjuk például, hogyha én ebben a Office 2010-es verzióban elindítom a mentést, másként, egész konkrétan, és itt a file típusnál kiválasztom azt, hogy PDF, akkor innét kezdve ez már PDF formátumban fogja elmenteni. De mondjuk, például a Word 2007 PDF-ben nem tud menteni, csak a 2010 vagy annál modernebb verzió. Akkor a 2003-as. A 2003-as se, az felejtős, az nem tud. De megoldható a probléma. Van egy univerzális módszer, és én mondtam, hogy igyekszem nektek univerzális módszereket tanítani. Az internetről le lehet tölteni egy olyan kis programot, amit ha telepítesz, akkor bármiből tudsz PDF-et csinálni. Tehát bármilyen dokumentum kezelő szoftverből tudsz PDF-et előállítani. Word 2003-ból, illetve mit én mondjuk Paint rajzoló programból, vagy bármiből egyszerűen tudsz PDF-et csinálni. Tehát bizonyos programok esetében lehetséges a PDF formátumban történő mentés. Office 2010 vagy modernebb verzió. Univerzális megoldás. Telepíteni kell PDF-be exportáló programot. Plö. PDF Creator. Mennyibe kerül ez a PDF Creator? Ingyenes. Ez egy freeware program, internetről le lehet tölteni, telepíteni kell, használni kell. Na most ennek a telepítését, használatát hadd ne magyarázzam részletesen, csak most utalok rá, mert ez most itt a reklám helye. Múltkor is azt hiszem szóba hoztam a blogomat. A blogomban lépésről lépésre ott van, hogy kell telepíteni, hogy kell használni, ott van a link, hogy innét tudod letölteni. Tehát gyere, kézen fogva vezetlek és megtanítalak használni. Jó? Tehát ezt úgy fogod megtalálni, hogy elindítod a blogot. Ugye pcsuli.blogspot.hu webcímen lehet találni. Természetesen lájkolod, azzal kezdve. Akkor lájkolod aztán. Igen, időnként amikor rátintotok. És ami a lényeg, ugye, hogy itt jobb oldalt ott van a címkefelhő, itt megkeresed szépen a PDF-et, hogy fogod megtalálni. Hát ma egyszerű,
Ctrl F-fel elindítod a keresést, beírod, hogy PDF, aztán már rá is ugrott. Ugye, tehát nem kell ezt itt végigolvasnod, mert ilyen hangyabetűkkel, hát a szemed kiesik, mire elolvasod és megtalálod. Tehát itt van a PDF Creator, rákattintasz arra, hogy PDF Creator, és akkor behozza az összes olyan programot, amibe a PDF Creatorről szó van. Itt van például a konvertálás PDF-be, Katra, konkrétan erről van szó, és már is itt jön részletesen a PDF-ről szóló cikk. Ugye magyarázom egyáltalán, hogy mi a PDF, ugye a Portable Document Format, ugye annak a rövidítése, itt a PDF Creator, a Creator, a telepítés lépésről lépésre leírva, ezt fogod először látni, innét tudod letölteni, tehát ha én ide kattintok a külön ablakon megnyitom, akkor ugye hozza a letöltéseket, és akkor ide kattintva már jön is le a program, stb. Stb. Jó? Oké? Tehát nem akarok belemenni a magyarázatba, mert minek? Egyszer már leírtam marha részletesen, tehát nagyon részletes. Látod, minden képernyőkép ott van, hogy hogy kell használni. Jó? Oké? Rendben? jó. Na. Azt szeretném kérdezni, hogy a Facebookon való lájkolás is ér? Ha Facebookon lájkolod, ha itt lájkolod, az ugyanaz. Pontosabban, hát ugye itt kétféle módon tudsz lájkolni itt. Egyrészt ide is írom, hogy ha tetszett, ne felejtsd el a cikket megosztani. A felső Facebook like és megosztás a PC-suli Facebook oldalára vonatkozik, ez pedig a cikkre. Tehát ha itt lent lájkolod vagy megosztod, az ez a cikk. Ennek a cikknek a megosztása és lájkolása, illetve ha itt fönt, a tetején lájkolsz, ugye itt is van egy tetszik, illetve megosztás, ez pedig a PC Sulinak a Facebook oldalának a lájkolására vonatkozik. Oké? Azért jó, hogyha itt fölül is lájkolsz, mert akkor, amikor én a Facebook oldalamra berakok egy új posztot, amit mondjuk hetente egyszer-kétszer szoktam elkövetni, de inkább, mivel keveset érek rá, majdnem, hogy két hetente egyszer, akkor arról kapsz infót, és hát most a könyvjelzőkről volt szó a utolsó két cikkben, illetve hát a következő cikk már tudom, hogy miről fog szólni, az pedig a jelszavak kezeléséről fog szólni, mert biztos, hogy már jártál úgy, hogy a francba azt mondtam, hogy tárolja a jelszót, pedig nem kellett volna. Most, hogy akkor azt hogy tudod kivarázsolni onnét meg, tehát ilyesmikről. Tehát mindig ilyen kis hasznos okosságról van szó. Jó? Na, ennyit a PDF-fel kapcsolatosan. Jó, a következő dolog, amiről beszélnünk kell, a nyomtatásnak a leállítása. Hadd kérdezzem meg, kibírjátok, hogyha nem tartok szünetet? Igen. Ha nem szabad, hogy közben eszünk. Hát engem majdnem semmi nem szabad. Én már edzett vagyok. Aki a mai gyerekeket képes tanítani, az már mindent kibír, úgyhogy szoktam azt mondani, mert tényleg az ember valós mindig megkapja azt, hogy a nyári szünet meg, ja, hát ki kell heverni a gyerekeket, meg hát válaszként azt szoktam mondani, na te bírsz a saját gyerekeid, de pláne ilyen kamaszokkal, meg na képzelj el abból 20-25-öt. Aztán akkor utána irigyeljed a pedagógust. Na, tehát a következő dolog, amit meg kell beszélnünk, az a nyomtatás leállítása. Hogy miért kell leállítani a nyomtatást, az előbbi Móriczka ábra alapján úgy gondolom, hogy világos mindenki számára. Ugye, mert amíg onnét a nyomtatás vezérlőből valahogy el nem tüntetem a nyomtatásra várakozó fájlokat, addig ez erősködik és ki akarja nyomtatni. A lényeg a dolognak az, hogy
Tehát törölni kell a nyomtatás vezérlőből. Az adott fájlt. Ja, bocsika. Itt. Még annyit azért ehhez hozzátennék, hogyha megengeditek, hogy ez a univerzális PDF előállítás, ez azt fogja eredményezni, hogy telepíted a számod, a gépedre ezt a PDF creator-t, és hogyha te belemész egy nyomtatásba, és választasz nyomtatót, akkor itt a nyomtatók között felsorolásra fog kerülni a PDF creator is. Tehát úgy tudsz majd PDF-et előállítani, hogy kinyomtatod, de nem a nyomtatóra megy, hanem PDF fájlba fog menni. Jó? Tehát ez lesz a lényege a PDF előállításnak. Ezzel a módszerrel, hogy PDF-be nyomtatod, idézőjelben. Jó? Itt az összes gépen az alapértelmezett nyomtatóként a PDF creator van megadva. Tehát, hogyha te elindítod a nyomtatást, nyomsz egy Ctrl-P-t, tegyük ezt meg, jó? Indíts be a Word-öt a gépünkön, ha eddig még nem tettük volna meg. És utána, miután elindítottuk a Word-öt, nyomjunk egy Ctrl-P billentyű kombinációt, amivel ugye a nyomtatást tudod elindítani. És valószínűleg a nyomtató, tehát a három paraméter, ami biztosan állítható, ott van, tehát hogy hány példányban, melyik nyomtatón és mit. A nyomtatónál nagy valószínűséggel mindenkinek az van kiválasztva, hogy PDF Creator. Ugye? Igen. Jó? Na, ennyit ezzel kapcsolatban. Ugye nekem is az van kiválasztva. Én megkérdezhetnék valamit, hogy persze. Vissza is lehet ezzel a módszerrel? Nem. Nem. Hogy a... Vissza nem. Ugye... Mert ugye az is kéne. Néha. Jó. Ildikó. Meg mindenki másnak szólna ez a dolog. Hogyha valakinek valamilyen kívánságműsora van, hogy mit nem tud megoldani, akkor írjon nekem egy e-mailt, és akkor várhatóan néhány héten belül a blogomon, cikkben meg fog rá jelenni a válasz. Én ezt köszönettel veszem, mert nem olyan egyszerű kitalálni azt, hogy miről írjak én nektek okosságot. Majdnem, hogy az a legnehezebb kitalálni, hogy vajon mit várnak tőlem. Ez nagyon nehéz. Gondolj bele, hogy most agyamat törni azon, hogy most mi a francot írjak, mit nem tudnak, mi az, ami sokaknak segít. Tehát én ezt hálás szívvel leszem, hogyha írtok ilyet, Ildikó, légy vagy kedves, küldd el nekem, Laci, légy szíves, írd meg, hogy hogy lehet visszaalakítani. Nem olyan egyszerű, és nem lesz teljesen nyerő a dolog, illetve hát lehet olyan is, hogy egyáltalán nem is lehet visszaalakítani, hogyha jelszóval védett, meg mit, tehát bizonyos esetekben azért a visszaalakítás nem egy, de általában vissza lehet alakítani, viszont majdnem biztos, hogy tehát az esetek nagy részében mit akar az ember visszaalakítani? Egy PDF-et Word-é, ugye, mert szerkeszteni akarja, gondolom ez a feladat, feltételezem, találcsüljet, ugye, és na most annyi szivacs lesz a dologba, hogy minden sor végén enter lesz. Amit majd neked le kell onnét szedni, és az entereket ki kell szedni, de az még mindig egyszerű, mint újra begépelni az egészet. Vagy okay. Nem szeretnék valamit kimásolni, és ugye akkor azt szétdobja az egészet, hogyha PDF-ben van, azt nem tudom, egy az egybe átmásolni egy Word-be, mondjuk a netről, hanem de most már le tudom lopni a képernyőt, úgyhogy nekem az is jó. Ugye, mert azt megbeszéltük a képernyő lelopást. Csak nem gazdaságos kinyomtatni, mondjuk. Hát, hogy mondjam, mindenre van, szinte mindenre van megoldás, tehát titkokat kár, hogy kimegy az internetre, de mindegy. Szóval az embertől kérnek néha olyanokat, hogy szinte teljesíthetetlen határidőkkel nyomtassuk ki, írja alá mindenki utána PDF-be, szkeneljük be, PDF-be le kell adni jegyzőkönyveket.
tipikusan. Tehát amikor az ember valami pályázati dokumentációt le akar adni, akkor azt kell valami jegyzőkönyv róla, hogy mit csinált, alá kell iratni mindenkivel, aki részt vett benne, részvétel, tehát jelenléti, aláírás, mit te, hogy a francba lehet ezt megcsinálni, amikor hát pályázatoknál tipikusan minden az utolsó utáni pillanatban kerül már egyáltalán hozzám, hogy meg tudjam csinálni. Hát van az embernek mindenkitől egy aláírása, frankon képkért odarakja, átméretezik, kicsit forgatja, belefirkál, hogy ne legyen annyira éles, vagy mit tudja, aztán rajta van az aláírás, kész, csinál belőle PDF-et, a kutya nem fog rájönni, hogy az most kinyomtatás után lett aláírva és beszkenneltem, vagy én az aláírását beraktam képként oda és csináltam belőle egy PDF-et. Ezt meg nem állapítja senki. Mert a végeredmény ugyanúgy egy PDF, értitek? Vagy kinyomtatva valami. Tehát, hát ha PDF, akkor aztán tényleg meg nem tudják állapítani. Mikor kinyomtatjuk, akkor még esetleg meg tudják állapítani igazságügyi szakértő irodába, hogy most ez tollal van írva, vagy tintasugaras nyomtatóval került oda. De az is megoldható, hogy kék legyen, meg, tehát minden megoldható. Na, akkor várom a levelet, Ildikó. Szóval törölni akarunk valamit a nyomtatás vezérlőből. Ezt úgy tudom megcsinálni, hogy a start menüt választjuk. A start menün belül fogunk találni egy olyan menüpontot, hogy nyomtatók és egyéb eszközök, vagy valami ilyesmi. Eszközök és nyomtatók. Ezt nyissuk is meg, jó? A start, eszközök és nyomtató. És akkor itt felsorolásra kerül a számítógépedre telepített összes eszköz és nyomtató. Tehát itt lesz mondjuk a webkamera, meg szkenner, meg mit tudom, micsoda. És hát itt fogjuk látni a nyomtatók és faxok csoporton belül a gépünkre telepített nyomtatókat. Egész biztos, hogy nektek is van most egy PDF Creator, és a PDF Creator ráadásul egy zöld pipát is kapott valamilyen okból kifolyólag. Majd ezt is megbeszéljük, hogy mi az, hogy valamelyik ki van pipálva. Most megbeszéljük, ez jelenti azt, hogy az az alapértelmezett nyomtató. Tehát ami zöld pipás, az az alapértelmezett. Hogyha te más nem mondasz nyomtatáskor, hogy hova nyomtasson, akkor oda fog menni. Oké? És ha az ember valamit elküld a nyomtatóra, hát illik tudnia, hogy melyik nyomtató az, amelyik állandóan köpi ki magából a papírt, típus alapján valahogy beazonosítható, és annak megnyitja a nyomtatás vezérlőjét. Tehát mondjuk őróla van szó. És akkor előjön a nyomtatás vezérlő, és itt is lehet látni, hogy itt egy dokumentum ott van a várakozó sorban. Ami már hiszenségül nem lesz kinyomtatva, mert az a nyomtató azóta már be is el is romlott. Bezúzták. Hát még nem zúzták be, de nálam már leselejtezésre került, tehát nem fogja már a papírt fogyasztani fölöslegesen, de így látnád, valahogy hasonló módon. Jó, és úgy lehet majd törölni, hogy erre rákattintasz, akkor bejön egy ilyen ablak, és itt van szépen felsorolva, itt lenne felsorolva fájnévvel, meg hogy kinyomtatta, ugye ezt a Mónika feleségem nyomtatta ezt a fájt, csak éppen nem lett kinyomtatva már. És úgy lehet innét törölni, hogy lehet szerintetek törölni? Jobb gomb törlés, vagy kijelölöd, és melyik gomb? Delete. Ugye? Tehát tök logikus, tehát eddigi tanulmányaink alapján logikus, rákattintok, delete,
Biztos mész, hogy igen, kész, már nincs is ott. Oké? Marha egyszerű végül is, de hogyha ezt el nem mondják az embernek, magadtól erre rá nem jössz, mert úgy el van dugva a francba, oda a bugyraiba a Windowsnak. Ugye? Tehát, mit is kellett csinálni? Start menü, eszközök és nyomtatók. Adott nyomtató megnyitása és a most aztán, hogyha megnyitottad, hogy az hogy néz ki, ez már egy kicsikét a nyomtatótól is függ, de általában a Windows 7 alatt úgy néz ki, mint ahogy mutattam, hogy ott lesz fölül, hogy hány fájl vár nyomtatásra. Fent látjuk, hogy hány fájl várakozik nyomtatásra. Ennek a megnyitása dupla katta fájl kijelölése és törlése. Hát az, hogy törlöd, hát nem írom le, jobb gomb töröl, vagy kijelölés és delete, ez már teljesen mindegy. Tehát nem egy was is das, nem egy nagy ügy a törlés, de ha ezt nem mondják neked, lehet, hogy több csomag papír. Volt már ilyen? Le tudtad állítani? Le? Persze, kinyomkodtam. Ja? Fogtad az informatikusnak, és akkor ő eltüntette. De tényleg nem egy nagy ügy végül is. Ugye? Tehát nem egy nagy ügy. De magadtól rá nem jössz el. Legközelebb meg tudom csinálni. Jó. Na, akkor most már tudunk törölni a várakozó sorból. Ugye most már itt van, hogy nulla dokumentum. A következő dolog, amiről beszélnünk kell, hát nem csak a nyomtató telepítés, hanem alapértelmezett nyomtató beállítása. Először kezdjük azzal inkább. Jó, tehát a 7.4-es alapértelmezett nyomtató beállítása. Marha egyszerű. Ez is annyira egyszerű, hogy félelmetes. Tehát megnyitjuk a start menüből az eszközöket és nyomtatókat. És ott fogjuk látni felsorolva a nyomtatóinkat, X darabot. És amelyiket én be akarom állítani alapértelmezetnek, arra rákattintok az egér jobb gombjával, és lesz egy olyan menüpont, hogy beállítás alapértelmezetnek, vagy valami ilyesmi. Jó, annyi lenne a kérdésem, hogy bármit állítsatok be a PDF Creator helyett alapértelmezetnek, viszont utána újra állítsátok be a PDF Creator-t. Jó? Tehát ott vannak a nyomtatók, jó, tehát eszközök és nyomtatók. Ez egy kicsikét tökölődik, mire előjön. Jó, tehát nem így jön. Persze attól függ, hogy hány eszköz van a gépre telepítve, de valószínűleg nektek se egy másodperc alatt jön elő, hanem egy kicsike idő. És akkor amit be akarsz állítani alapértelmezetnek, bármit beállíthatsz, arra rákattintasz az egér jobb gombjával, és kiválasztod azt, hogy beállítás alapértelmezett nyomtatóként itt van. És akkor a zöld pipa átkerül arra, ugye? Tehát a zöld pipa már is átkerült arra a másikra, viszont most állítsad vissza, légy olyan kedves, a PDF Creator. Nekem nem a PDF Creator-om van. Hát elég baj, valaki átállította, de most legyen az, jó? Visszaállítani. Valaki átállította, jó?
Jó, tehát a PDF fél tavaly. Jó, oké. Hát, nagyon egyszerű. Egyetértünk ebben is, ugye? Ez is nagyon egyszerű. Jó, tehát helyi menü. És azon belül beállítás alapértelmezett nyomtatónak. Jó, és végül a nyomtatással kapcsolatosan az utolsó kérdés, a nyomtató telepítése. Tehát arról van szó, hogy vettél egy új nyomtatót, kaptál egy új nyomtatót, valahonnét lett egy új nyomtatód. Most ahhoz, hogy te azt a nyomtatót használhassad a gépedről, ahhoz a nyomtatót telepíteni kell. Na most egyébként, ha jót akarsz magadnak, és nincs nyomtatód otthon, és valahova el akarod vinni, kinyomtatni, akkor csináld azt, hogy PDF-be exportálod, és úgy viszed oda, mert ha forrásfájlként viszed oda, Word dokumentumként, akkor közel se biztos, hogy ahogy a te gépeden kinéz, pont ugyanúgy fog kinézni a másik gépen is. Ha PDF-be exportáltad, az már ugyanúgy fog kinézni, az 7 centség. Nem tudom, világos-e, hogy miről van szó. Tehát mondjuk ír az ember egy könyvet, egy portfóliót, egy pályázati anyagot, és kinyomtatva is oda kéne adni, de neked nincs nyomtatód. Akkor ne azt csináld, hogy magát a könyvet, a portfóliót pendrive-ra kimásolod, oda viszed valakihoz is, valakihez is nála nyomtatod ki, mert lehet, hogy nem oda kerülnek az oldaltörések, mint ahol nálad van, stb. Stb. Ha a Word verzió különbség van, akkor majdnem biztos, hogy egy ilyen hosszabb, nagyobb lélegzetű dokumentumban néhány oldaltörés elcsúszik, és már is abban a pillanatban nem stimmelnek a dolgok, képek el fognak mászni. Viszont ha a PDF-be exportálod, a PDF-et odaviszed, azt megbeszéltük, a PDF-nek pont az a lényege, hogy tök mindegy, milyen gépen, milyen platformon, mindig ugyanúgy néz ki, és a PDF-et fogod kinyomtatni. PDF-et meg most már tudsz csinálni. Oké? Okay? Jó? PDF-et tudsz csinálni, pendrive-ra ki tudod másolni, azt a múltkor tanultuk meg. Rendben? Tehát mondjuk én például a legutóbbi könyvemet, amit a Szalai Ferivel együtt írtunk az interaktív táblák használatáról, azt én a Ferinek az általam írt, hogy ezt átküldtem, és megnyitotta, és nála tök máshogy nézett ki. És aztán kiderült, hogy miért, ugye, mert én a 2013-as verziót használom, ő meg még a 2003-ast használta, konvertálnia kellett, és bizonyos dolgok máshogy néznek ki. De mivel ez egy ilyen 200 oldalas könyv volt, oldaltörések, képek elmásztak meg, tehát szétesett az egész dokumentum, teljesen használhatatlan volt, úgy tudta megnézni, hogy PDF, és akkor onnél kezdve minden tökéletesen stimmelt. Jó? No, tehát akkor a nyomtató telepítés. Hát mielőtt magáról a nyomtató telepítésről beszélnék, nyomtató használattal kapcsolatban hadd adjak egy-két tippet. Vagy a vétellel kapcsolatban. Lehet, hogy erről volt már szó, de inkább kétszer legyen róla szó, mint egyszer sem. Azt kell tudnotok, hogy a nyomtatókat gyártó cégek úgy szivatnak bennünket, ahogy az a csövön kifér. Tehát félelmetesen szivatnak. Odaadják fillérekért a nyomtatót, viszont úgy megvágnak, mint a 220, amikor kellékanyagot vásárolsz hozzá. Nagyon nem lesz mindegy, hogy te milyen nyomtatót veszel a fenntarthatóság szempontjából. Ami szerintem, tehát ha nem ilyen irgalmatlan tömegnyomtatásról van szó, hanem csak havi 1000 oldal, azért az már mennyiség, tehát ilyen 1000 oldal per hó kategória, akkor ha rám hallgatsz, akkor olyan tintasugaras nyomtatót veszel,
amelyiknek a tinta patronját te magad meg tudod tölteni. Ez nem egy olyan nagyon bonyolult harci feladat. Egy ilyen tintasugaras nyomtatót néhány, hát ilyen 10-20 ezer forint közötti összegért biztos, hogy meg tudod venni. Viszont annak nézzél utána, hogy kell tölteni, és lehet kapni ilyen utántöltő készletet. Ez az utántöltő készlet, ez egy injekciós fecskendőből, ilyen injekciós tű, csak nem olyan hegyes, hanem ilyen tompább tűből áll, meg egy leírásból, hogy az adott típusnál hova kell bökni, meg hogy kell megtölteni, meg stb. Egy ilyen utántöltő készletet körülbelül 2000 forint körüli összegért megkapsz, tehát körülbelül 2000 forint körüli összegért megkapsz, és ebbe annyi tinta festék van, hogy azzal legalább ilyen 8-10-szer, de inkább többször után tudod tölteni a tinta patront. És hát, hogyha így kiszámolod, hogy mennyibe kerül, akkor ez a tizede, huszada annak, mint hogyha vennél tinta patront a tintasugaras nyomtatódba. Tintasugaras nyomtatót azt házilag egyszerűen utána lehet tölteni. A lézert azt nem. A lézert nem tudod otthon megtölteni. Tehát emiatt lézernyomtatót ne vegyél otthoni használatra, vagy ilyen kisebb tömegű nyomtatásra. Ha nagyon nagy tömegű nyomtatásra van szükséged, akkor jön, és fekete-fehérre, akkor jön elő a lézernyomtató. És még takarékosabb nyomtatáshoz pedig léteznek olyan nyomtatók, amelyek már eleve marha nagy tinta tartállyal rendelkeznek. Például mutatnám az Epsonnak a L355, tehát ez az L sorozat. Ez az Epson L sorozat, ez azt tudja, hogy próbálom kinagyítani a képét, nem igazán lehet látni, de itt az oldalán van a tintatartály külön. Tehát külön tintatartály van, és közel egy decis a fekete, közel egy decis a mindegyik szín külön-külön. Mi ilyen nyomtatót vettünk itthonra, ugye, mert hát aki pedagógus, az, de ha nem pedagógus, akkor is tudod, hogy a gyerekkel mindig kell küldeni papírt, hogy lehessen fénymásolatot csináltatni meg. Ugye, mert a iskolában se papír, se nyomtató, se tóner, semmi nincs. És mi egy ilyen, ezt a L355-ös sorozatú tintasugaras nyomtatót vásároltuk, ez fénymásoló és színes nyomtató egyúttal. Szkennelni is lehet természetesen, tehát én ezt tiszta szívből tudom bárkinek ajánlani, ezt a nyomtatót. Nem olyan nagyon olcsó, mert hát ennyibe 60 ezer forint, ennyibe kerül, ugye így mugat egy magyar pedagógus, ugye a Rózsika néni ezt oda, már bocsánat, ezt azért nem mutattam be. Mert ugye gyakorlatilag nincs, tehát ha valamilyen pályázaton részt vesz az iskola, akkor van neki, de hogy a Kliktől, Állambácsitól pénzt ezekre nem kap, az egyszer hétszentség. Tehát itt az iskolánkban úgy vannak most új eszközök, hogy ilyen pályázat, olyan pályázat, és hát ezt veszük, ezt. De a portfólióban elvárják, hogy szuper jó dolgokkal vagy képekkel dolgozzál. Hát azt mondjuk nyomtató nélkül is lehet, de... Hát, csak hát egy csomó dologhoz az oktatáshoz szükséges lenne, ilyen pláne feleségem alsó tagozaton tanít. Hát ott állandóan a gyerekeknek színes dolgokat kell vinni, mert a kicsiket a figyelmét fel lehet fölkelteni, jó színes, színezhető, meg jó feltűnő, stb. A lényeg az, hogy egy éve használja Mónika, orgaszájba nyomtat vele,
De rengeteget meg fénymásol, mert mit tudom, még nem fogyott ki belőle a színes, az úgy körülbelül a feléig fogyott ki. A fekete fehér, tehát a feketét azt most cseréltük ki egy év használat után. Tehát, és egy patron ebbe, illetve egy ilyen utántöltő tartály, amit így bele kell nyomni, az 1800 forint. Tehát a fenntartása az filléres. Megvenni. És ha kifogy, bocsánat, akkor azért nyomtat, hogyha mondjuk valamelyik szín kifogy, mert... Na most arra ennél nagyon kell ügyelni, hogy nem szabad kifogynia, mert ha kifogy, akkor nagy gáz van. Mert ennek egy ilyen külső tartálya van, tehát egy ilyen gumicsövön megy oda a fejhez a tinta. És abban mindig bent kell lenni, mert hogyha kiürül, akkor kiszállad a fej. És akkor nagy gáz van. De egyébként szól, meg hát lehet is látni az oldalán, ott van egy marha nagy tartály, majd akit esetleg érdekel, kifele menet megmutatom. De lehet ilyet olyant is kapni, hogy nem, tehát eleve nem ilyen külső tartályas, hanem lehet kapni bizonyos nyomtatóba olyan fejet, hogy ahhoz a fejhez egy külső tartályt lehet csatlakoztatni, tehát a már meglévő nyomtatódat átalakíthatod ilyen külső tartályos tintasugaras nyomtatóvá. Tehát nem biztos, hogy kell venni egy újat. Erről is szól egy cikk a blogomon. Jó, tehát erről a ilyen, most nem tudom, egy mozaik szó, tehát ilyen hárombetűs angol nevevel. Angoloknak ez a mozaik szó, ez a mániájuk, tehát mindennek van ilyen mozaik szóból képzeljük bele. Na, ennyit így a nyomtató vásárlással kapcsolatosan, és akkor visszakanyarodva a telepítésre. Ja, még egy. Megveszed a nyomtatót 60 ezerért. Ja, ez mondjuk egyébként egy olyan nyomtató, ami USB vezetékkel is tud csatlakozni, meg vezeték nélkül is tud kommunikálni. Tehát, hogyha a lakásodban van egy router, már pedig van, akkor a nyomtatót odarakod valahova, a géped meg van valahol, mert közel se biztos, hogy úgy el tudod őket helyezni otthon. Ugye irodában ez nem gond, de otthon, lakásban nem biztos, hogy úgy el tudod helyezni, hogy a nyomtató meg a gép otthon egymás mellett. Lehet valahol a nyomtató, lehet valahol a számítógép, és vezeték nélkül tudsz a nyomtatóra küldeni nyomtatandót. Ez onnét jutott eszembe, hogy a nyomtatónak akármennyiért veszed, tehát veszel egy ilyen multifunkciós lézercsodát 60-100 ezer forintért, és hiányzik belőle az 500 forintos nyomtató kábel. Tehát az nem tartozik a nyomtatónak. Ugye arra gondolnak, hogy hát lecseréled a nyomtatódat, és akkor minek adjanak egy kábelt, ha már van. Ha cserénél, oké. Okay. De ha újat, akkor veszel először nyomtatót, akkor ugye még semmilyen kábeled nincs. Hát erre számítsál majd, amikor nyomtatót mész venni, hogy nehogy koppanjál. A csomagba nyomtató kábel nem lesz benn. Egyébként 500 forint. És úgy kell a nyomtatót telepíteni, ez a férfiaknak szólna, mert a férfiak úgy szokták a dolgokat összerakni, hogy kibontja, összerakja, nem jött össze, na olvassuk el, hogy kell. Így csinálj? Így. A csajok, fogalmuk sincs, mit kell csinálni, elolvassák, aztán utána sincs általában fogalmuk róla. Az esetek nagy részében is szólnak a pasinak a családba, de a férfiak nem, azok először összerakják, aztán utána olvassák el. Na most, ha elkezded összedugni, akkor már rosszul csináltad, mert nem össze kell dugni először, hanem először telepíteni kell, és mikor szól, hogy most csatlakoztasd, akkor kell csak csatlakoztatni. Jó, tehát nem kapásból összedugjuk az USB porton keresztül a zsinóron át a nyomtatót a számítógéppel, hanem első lépésben telepítjük. Maga ez a telepítés egyébként úgy fog kinézni, hogy a nyomtatóhoz 7 centség, hogy adnak egy darab CD-t. Ezt a CD-t berakod,
jó eséllyel magától elindul, kiírja, hogy köszönjük, hogy a Samsung, az Epson, mit tudom, milyen terméket vásárolta, a tovább lépéshez kattintson a tovább gombra. És akkor ott kézen fogva végigvezet bennünket a telepítési procedúrán, és lesz egy olyan lépés, mint a második, harmadik, negyedik, ez nyomtatótól függ, amikor kívja, hogy és most dugja össze a nyomtatót a géppel. És akkor kellene az a madzag, amit nem adnak hozzá, ugye? Tehát ha felszólít a gép és a nyomtató összekötése egy USB kábellel. Tehát létezik kifejezetten olyan USB kábel, ami nyomtató csatlakoztatására szolgál. Jó? Több gép van otthon a családban, mindegyikkel akarunk nyomtatni. Több nyomtató kell? Nem. Egy, meg lehet osztani hálózaton keresztül, és akkor az összes gép tud, akkor még hálózati nyomtatót kell telepíteni azokra a gépekre, amik nem közvetlenül csatlakoznak a nyomtatóhoz. Hát ebbe ne menjünk bele, ez már kicsit bonyolultabb, de a dolog megoldható. Most hirtelen Radnótinak megszaladt, mert több pályázaton is részt vesz, és most hirtelen a bőség zavarában szenvedünk a tanáriba, mert bőség zavara. Hát szerintem ez lenne a normális, vagy most ugye a minimálisan normális szinthez elértünk, mert a 20-valahány tanárra jut két darab számítógép és két darab nyomtató is ott van. Szerintem ez a minimum lenne. Sőt, tovább megyek, szerintem az lenne a normális, ami mondjuk a Pálffy iskolában van, ahol minden tanárnak saját laptopja van. Mert én úgy gondolom, hogy 2015-ben egy magára valamit is adó iskolában minden tanárnak kéne egy laptopjának lenni, nem? Szerintem ez teljesen normális és elvárható lenne. Hát ettől nagyon messze vagyunk. Hát mondjuk lassan mindenkinek saját stadion ülőhelye van egy stadionban Magyarországon. Névre szólóan oda lehetne rajzolni, de ez nem politikai, nem menjünk bele. És hát most ott azzal apró kis sztori anekdóta, úgy lett telepítve, hogy lehessen mindig nyomtatni, hogy mind a két nyomtató telepítve lett, csak valami miatt a rendszergazda szerintem egy másik testrészével gondolkodott, nem a fejével, és úgy oldotta meg, hogy mind a két nyomtatót egy gépre telepítette, és azt a két nyomtatót megosztotta a másik géppel. Na most szerintem ez így nem igazán jó, mert ha leáll a hálózat, akkor erről a gépről nem lehet nyomtatni, mert nem éri el a hálózaton keresztül. A normális megoldás az az lett volna, hogy egyik gépre egyik nyomtató, másik gépre másik nyomtató, bármelyiken tudok nyomtatni, ha nincs hálózat akkor is, és ha van hálózat, akkor esetleg tudok a másik nyomtatón is nyomtatni a hálózaton keresztül. És az történt, hogy ezt hétfőn csinálta meg ezt a kollega, ma megyek, fogadnak, hogy hát olyankor nagyon népszerű szoktam lenni, amikor valami nem működik, hogy Laci, megint van valami gond, nézzed meg. És hát én meg is szoktam nézni, és csak ugye, amikor az embernek óra egymás után, hát ezeket azért úgy nem lehet megnézni, hogy mi a probléma. És végül is a nap végén volt egy lukas fél órám, akkor kiderült, hogy úgy akartak nyomtatni, hogy azon a gépen akartak nyomtatni, amelyik csak hálózaton keresztül érte el a nyomtatót, de a másik gépet nem kapcsolták be. Na most innét kezdve világos, hogy a dolog nem működik, csak a probléma az volt, hogy erre utaló hibaüzenet semmi nem volt, hogy a hálózati nyomtató nem érhető el, egyszerűen nem jelent meg a nyomtatón. De hát szerintem
itt ketten hibáztak, egyrészt ők, másrészt meg a rendszerben meg ilyen oldotta meg, nem? Mert kipróbálták mind a két nyomtatót, és egyiken se tudtak nyomtatni. Na, akkor nyomtatót most már tudunk telepíteni. A következő dolog, amivel foglalkoznunk kell, az program telepítés. Tartunk szünetet? Nem tartunk. Tartsunk? Megbeszéltük, mikor, hol voltam? Kérdeztem, hogy mi jártok? De ha ragaszkodtok hozzá, akkor tartsunk. Nem, ki tudok menni szünetéről is. Jó, oké. Jó, tehát még egy-két apróságot meg kell beszélni. Ezek megint olyan dolgok, ami hát nem feltétlenül biztos, hogy a te feladatod, de ha nem értesz hozzá, akkor majd valamikor valakire rá leszel szorulva. Mire gondolok? Például program telepítés, tehát a gépünkre hogy tudunk egy programot telepíteni, illetve vírusok kérdésköre, hogy tudunk vírust keresni a számítógépünkön, illetve, és ez a utolsó, hát igen, illetve utolsó dolog, az pedig a becsomagolás, illetve tehát tömörítés, illetve kicsomagolás kérdése. Jó, kezdjük a, hogy vannak ezek számozva, ugye gyakori feladatok, tipikus feladatok. Hát ez már nem annyira tipikus, úgyhogy akkor ez egy első szintű cím lesz. Programok telepítése és eltávolítása. Jó? Programok telepítése és eltávolítása. Marha egyszerű. Egyébként a programtelepítést installálásnak is szokták nevezni. Ezt azért felírom, mert nem biztos, hogy hallottatok róla. Általában a programot vagy CD-n, DVD-n kapom meg, vagy az internetről töltöm le. Ha CD-n, DVD-n kapom meg, akkor marha egyszerű a dolgom, a CD meghajtóba belerakom, el fog indulni magától a telepítő program. És nekünk csak annyi dolgunk lesz, hogy a kérdésekre választ adunk. Tehát a telepítő CD, DVD berakása meghajtóba. Elindul. A telepítő. Telepítő program, és nekünk csak bólogatni kell. Illetve néha közbeavatkozni tudnék, mindennek van alapértelm, tehát kérdéseket fog feltenni, hogy te mit akarsz, de az esetek legnagyobb részében ott van egy alapértelmezett válasz, és az jó. Tehát nekünk csak azt kell mondani, hogy igen, ezt akarom, igen, igen, rendben, jó, oké, rendben. És
a ötödik igen után elindul maga a telepítés. Tehát az esetek nagy részében ez így történik. Egyetlen egy olyan lépés van, amikor nekem nem csak azt mondani, hogy jó, nem csak ezt kell mondani, van egy olyan lépés, amikor nekem ki kell pipálni azt, hogy elfogadom a licensz feltételt, tehát hogy a felhasználói szerződést, amit ők mondanak, azt én elfogadom. Ha azt nem fogadom el, akkor nem is tudok tovább menni. Tehát ha egy olyan ponthoz értél, ahol te bólogatnál, hogy igen, és nem megy tovább, akkor valószínűleg az van, hogy nem csekkoltad, nem pipáltad ki azt, hogy elfogadom a felhasználói szerződést. Viszont szokott lenni még egy olyan pont is, ahol jó, ha nem csak bólogatsz, hanem figyelsz, mert olyan ajándékot kapsz, aminek majd később nem fogsz örülni. Tehát nagyon gyakran kéretlen ajándékot is kapunk. Kéretlen. Valamilyen eszközsort a böngészőre. Esetleg másik keresőt. A Google helyett. Persze, hogy vissza tudjuk állítani. Ajánlom figyelmedbe a blogomat. Itt erről is van szó. Szerintem. Mintha már lenne róla szó. Azt hiszem. Majd meg kell néznem, de azt hiszem, van róla szó. De például, amikor én a blogomon leírom, hogy ingét tudod levenni a programot, és így kell telepíteni, és le vannak képernyőről le van lopva az összes képernyőkép a telepítésnek. Én mindig fölhívom van figyelmet, hogy na, itt ennél a lépésnél ezt a pipát vedd le, mert ha nem veszed le, akkor bekerül egy eszközsor a böngésző programba, aminek majd nem fog örülni, meg beállít más keresőmotor. Tehát ilyen Yahoo, meg mit tudom, miket szokott. Tehát ilyen, ja, az is van, igen. Tehát egy őrület. Igen. Egy őrület. Tehát tök szar találatokat ad be meg. Tehát valami borzasztó. És akkor szenved az ember, hogy azt hogy tudja levadászni. Tehát amikor programot telepít, akkor kell észnél lenni, elolvasni, hogy most akkor telepíted-e azt vagy sem. Jó, tehát erre majd nagyon ügyeljünk a telepítésnél. Jó, tehát ne mindig csak bólogassunk, hanem erre majd figyeljünk. De nem csak programot kell tudni nekünk telepíteni, hanem azt is kell tudni, hogy tudjuk leszedni a programot. Mert lehet, hogy úgy gondoljuk valamiről, hogy az egy hasznos dolog, telepítjük, aztán rájövünk, hogy mégse. Az eltávolítás igazság szerint ide kellett volna egy 8.1, ezt imádni fogjátok, bocsánat. Tehát ez a telepítés. Befért még oda? Mm-hmm. Bocs. És akkor most megnézzük az eltávolítást. Az eltávolítás is nagyon egyszerű igazándiból, de hogyha az embernek nem mutatják meg, hogy kell, akkor a lövése sincs róla. Ugye a legelején beszélgettünk a vezérlőpultról.
Ugye ott lehetett a vezérlőpultban beállítani a felhasználói fiókokat. Emlékszünk még rá? Igen. Két foglalkozással ezelőtt. Próbáltam otthon fiókot csinálni, az amikorőt mondtam. Sikerült is, megjelent, és akkor rákattintok, belép, és utána a kijelentkezés, és újra vissza. Szóval nem tudok bejelentkezni a sajátom. Azt mondta a férjem, ne foglalkoznak vele, olyan sok minden van a gépe, hogy azért nem bírja el, vagy nem tudom, de egyszerűen nem bír belépni abba, amit én létrehoztam. Csak mindig visszalép a kettő választás, és csak az övét tudom választani. Mert ő a rendszer, az ugye gondolom. És nem tudok belépni a sajátomba. Hiába csináltam meg. Ilyen nem szokott lenni. Ilyen nem nagyon szokott lenni. Illetve ilyen problémával nem. Nem tudom csinálni. Na, szóval akkor az eltávolítás. A lépések a következő. Ha kérhetem, ne távolítsatok el most semmit. Jó? Viszont én valamit majd eltávolítok, mutatok nektek. Tehát az első lépés az az lesz, hogy a start menüből kiválasztjuk a vezérlőpultot. És utána, jó, tehát start, vezérlőpult, és a vezérlőpulton belül, hát attól függ ugye, hogy milyen nézetben vagy, hogyha kis ikonok vagy nagy ikonok nézetben vagy, akkor van egy olyan, hogy programok és szolgáltatások. De ha a kategóriában vagy, akkor pedig programok, és rögtön ott van a programok eltávolítás. Tehát a nagy ikonoknál nincs ott rögtön a programok eltávolítása, ott előbb ki kell választani a programok és szolgáltatásokat. Ide jutsz az egyik esetben, a másik esetben is egyébként pont ugyanide fogsz jutni, tehát a kategóriánál is, hogyha kiválasztod azt, hogy programok eltávolítása, akkor is ugyanoda jutsz, látod, tehát tök ugyanaz. És hát attól függően, hogy a gépedre hány program van telepítve, hát az enyémre van néhány, 117 program van telepítve. Itt felsorolásra kerül az összes program, ami a gépemre már telepítve van. És egyszerűen csak annyi a dolgot, hogy kiválasztod azt a programot, amit el akarsz távolítani. Amit akarjuk rá távolítani. Nem nagy kár. Betűvilágot megtávolítjuk. Ez a Mónikának. Nem, igazándiból itt, tehát arról van szó, hogy ő alsóban tanít, és hát a kis gyerekeket ilyen interaktív táblával meg kivennek, meg itt rettenetesen lehet motiválni, és ez a Betűvilág című dolog, ez egy olyasmi volt, hogy egy ilyen kis játékos szoftver, és a olvasást, meg a írás tanította, és akkor ilyen kis játékba oda kellett bökni, és kiválasztotta ezt, azt, amazt. Telepítő anyaga megvan, meg hát nem ezen a gépen használja, csak itt megnézte, hogy mi ez, és akkor ott a költségből tanított, ott lett telepítve, és ott használják a gyerekek. De ez inkább első és másodikosoknak való, úgyhogy most meg már a harmadikosai vannak, mert nagy felmenő van ott a költség, úgyhogy most már nem is használják, már ott se annyira. Itt meg pláne nem, csak megnézte, úgyhogy nyugodtan el lehet távolítani. Köszönöm szépen a reakciót. Tehát kiválasztjuk, hogy melyiket akarjuk eltávolítani, és akkor itt van egy olyan pont, hogy eltávolítás. Erre egyszerűen csak rá kell kattintani. Te most itt ilyet ne csináljál, ha kérhetem. Jó? Tehát te ne távolíts el. Pláne így hasonlítva, nem biztos, nem kell a Lacinak, és valamit eltávolítasz. Jó, tehát egyszerűen erre rá kattint az ember, és akkor elindul a eltávolító procedúra, megkérdezi, hogy komolyan gondolom-e, hogy el akarom távolítani, és ha azt mondom, hogy igen, akkor hát attól függ, hogy mennyire komoly összetett programról van szó, az eltávolítás általában gyorsabb. Ugye rombolni mindig egyszerűbb, mint
felépíteni valamit, tehát ez az eltávolítás lehet, hogy 10 másodperc, lehet, hogy 1 perc, hát kettőnél hosszabb biztos nincs, a telepítés az néha sokkal hosszabb. Jó? Igen. Kész, ennyi volt. Jó? Tehát nem egy nagy vasszizdasz ugye a eltávolítása a dolgoknak, tehát start menü, vezérlőpult, programok, valami. Ugye vagy programok és szolgáltatások, vagy programok eltávolítása, attól függ, hogy milyen nézetben vagy, de biztos, hogy úgy kezdődik, hogy programok. És ezt követően az eltávolítandó program kiválasztása és az eltávolítás, hát nem gomb, de azt írom, gombra a kattintás. És kész. És elindul az eltávolítás. Tehát ennyi lesz a dolog. Most itt annyit kellene mondani a témával kapcsolatosan, hogy hát attól függ, hogy bekapcsolt állapotban van-e vagy sem, a Windows 7-es az olyat is tud, hogy a véletlenül rájössz, hogy a franc, ez mégis kellett volna, akkor vissza tudsz menni, mert van egy olyan tulajdonsága, hogy úgynevezett visszaállítási pontokat hoz létre a Windows 7-es, ha csak ez nincs kikapcsolva, és akkor bármilyen ilyen telepítés, eltávolítás az magától visszaállítási pont lesz, és akkor vissza tudsz lépni. Tehát ha én akarnám, akkor most vissza tudnék lépni, és meg nem történté tenni ezt a dolgot. Csak sajnos néha ezt a visszaállítási pont képzést, ezt ki szokták kapcsolni, mert ez helyet foglal a Winchesteren, és hát régebben nem voltak olyan nagyon nagy Winchesterek, és spórolásból ezt ki szokták kapcsolni. Ma már nem, mert most már olyan bazi nagy Winchesterek vannak, hogy nem szokott ebből probléma lenni. És akkor ez nem a logtárban megy, ahonnan vissza lehet? Nem, ez nem a logtárban, ez egy más dolog, ez egy teljesen más dolog. És mennyi idő után elteltével lehet visszaállítani? Na most bármennyi, vagy majdnem bármennyi idő után lehet, csak az a baj, hogy tehát ez olyan, mint a Ctrl-Z-vel a visszavonás. Tehát azt nem tud megcsinálni, hogy csináltam azóta ezt is, ezt is, ezt is, de oda úgy akarok visszamenni, hogy ez maradjon így, ahogy van. Na most ez nem azt fogja eredményezni, hogy a gépeden lévő adatok tartalmában lesz változás, hanem csak a programokban. Viszont a programokban addig visszamész. Tehát, hogyha most én ezt letöröltem, aztán fölrakok még valamit, meg leveszek még valamit, és vissza akarok oda menni, akkor nem csak ez kerül vissza, hanem amit fölraktam, meg levettem, azok is... Érthető? Mm-hmm. Jó? Tehát minden program tartalomban történő változást addig a pontig, amit azóta csináltam, azt vissza fogok vonni. Adatok azok változatlanok lesznek, tehát azokhoz nem nyúl a dolog. Jött eszembe, erről se írtam még a blogomon, erről is lehetne. Bár ez már egy kicsikét bonyítva azért, de... Hát, jó, na akkor most már tudunk programot telepíteni, eltávolítani. Nyugodtan neki lehet állni, tehát látjátok, nem egy nagy ügy. Maga a telepítés is egy hasonló szinten bonyolult, azon gondolkodok, hogy tudok-e valami gyorsan telepíteni, de szerintem. Ilyen telepítő CD-t, meg DVD-t meg veszel, vagy honnan veszed? Hát ugye attól függ, hogy miről van szó. A programok egy jelentős része az internetről töltendő le. Tehát mondjuk például az Avast antivírus szoftvert az internetről tud leszedni. A PDF Creator-t, amiről ma itt beszéltünk, az internetről fogod leszedni, és onnét telepíted. A tömörítő programot, ha szükséged van rá, bár alapból a Windows most már tud tömöríteni, de valami miatt mégis
másikat szeretni internetről tudod leszedni. Egy csomó dolgot az internetről szedsz le. Viszont mondjuk például a Microsoft Office program csomagot azt megveszed. Igen, hát ugye itt jönnek be a szerzői jogi kérdések. Tehát a szoftverek egy része fizetős szoftver, azokat meg kell venni. A másik része az úgynevezett shareware, adware, stb. Szoftver. Ezek annyit jelentenek, hogy internetről leszedhető, de valamiben korlátozva van. Tehát mondjuk a felhasználói körébe. Tehát ha te, mint magánszemély használod, használhatod ingyen. De hogyha te üzleti tevékenységhez használod, akkor az elvileg szabálytalan, ha megbuksz, akkor megbüntetnek. Mondok erre is példát. Jó egyébként, ha tudtok róla, hogy van egy olyan szoftver, ami az én gépemre telepítve vagyok, és a programnak az a neve, hogy TeamViewer, ez a szoftver. Ez egy marha jó szoftver. Ez azért jó, mert hogyha a számítógépedre telepítve van, és a fiadnak, barátodnak is telepítve van a gépére, aki ilyen profi számítástechnikából, ha gondod van, akkor nem azt kell neki mondani, hogy Peti, Józsi, Laci, mit én, gyere el, gond van a gépemmel, hanem fölhívott, hogy te gond van a gépemmel, elindítom a TeamViewer-t, megdiktálom a hozzáférési kódokat, nézd meg, mi van a gépemmel. Ő ott van Kuala Lumpurban, New Yorkban, mit tudom, micsoda, és azt látod, hogy egyszer csak elindul az egered, és kattogtatnak, beírnak, és távolból meggyógyítja a te gépedet. A cégnél is így csinál a rendszerkazdat. És ez egy olyan, amit meg kell venni. És ezt nem kell megvenned, ha te, mint magánszemély használod, akkor használhatod. Ennek a programnak a letöltése, használata a blogomon fönt van. Egy hónappal ezelőtt erről volt szó. Marha jó. Mert onnét kezdve nem leszel rászorulva senkire, csak egy barátra, rokonra, ismerősre, aki nagyon szívesen segít neked. Hát a gyereked az biztos, hogy fogsz segíteni, vagy a volt kollégád, vagy mit tudom, világos, ugye? Mi ennek a neve? Te am vi ever. Jó, tehát akkor ez egy ilyen közbeszúrt téma, hadd legyen. Végül összejött. TeamViewer. Ez azt tudja, hogy távoli elérés. Telepítette a gépedre, a havernak, gyereknek nem kell, mert neki már fönt van 7 centség. Csak neked kell. Egy lényeges, hogy különböző verziói vannak, 8-as, 9-es, 10-es van. Hát a 10-es most a legújabb, valószínűleg azt kell neked telepíteni, mert neki is az van. És akkor onnét kezdve ő a gépedet távolból tudja vezérelni. Az én fölös csináltam. Milánóból irányítottam. És marha jó, igaz? Igen, ültem, mondtam, hogy nem érted, na akkor én belépek, és csináltam. És csinálta, és kész. Ennél jobb dolog nincs. Mert nem kell kuncsologni valakinek, hát egy valakinek a saját gyerekednek beérted, de hát ezt szívesen megcsinálja, sokkal inkább, mint hogy oda menjen meg, mint te. Nem is tudott volna, hogy álló vagyok. Hát mert ugye mai gyerekek egy jelentős része legnagyobb örömünkre lábával szavazott, és nem Magyarországon él, hanem... Nem, tanult. Hát akkor tanul, mindegy, de az is egy marha nagy előny. Én csak irigyelni tudom a mai fiatalokat, mert hát ők úgy tanulnak meg egy nyelvet anyanyelvi szinten, hogy... Hát angolul tanult az egyetemen, és most már ugye beszél 5 évig élt Milánóban, olaszul is. Kész. Innél kezdve büdös életbe gondja azzal, hogy hol dolgozom, miből éljen, nem lesz kész.
Csak irigyelni lehet őket. Jó? Hát igazándiból lehet, hogy esetleg legközelebb majd játszunk egy olyat, hogy valamelyik gépre még telepítem, mert az, hogy az én gépem ott van, az kevés, ugye, mert itt egyik gépen is kellene, és akkor lehetne azt játszani, hogy én ezt itt elintetem, és lehet látni, hogy akkor nem én, hanem egy másik gépen valaki vezérli, és innét kezdve távolból meg tud mindent csinálni. Maga a dolog egyébként viszonylag egyszerű, mert elindítod ezt a szoftvert, és akkor úgy fog kinézni, mint ahogy ez most itt látszik, és neked annyi dolgod lesz, hogy ezt az azonosítod, meg ezt a jelszót bediktálod telefonba, és azt onnél kezdve azt fogod látni, hogy egér megmozdult, és már nem te mozgatod, hanem ő. Kész. Ennyi a dolog. Jó. Marha egyszerű a használata. Neked nem kell hozzáérteni, csak programot kell tudni telepíteni, most tanultuk meg. El kell indítani, bediktálni azt a két számot, és kész. Onnét kezdve a többi, az már nem a te feladatod, hanem az ő feladat, túloldalon lévőnek a feladata. És tényleg a világ másik végén lehet, bárhol lehet. Onnét irányította a gyerkőc. Jó, hogy Milánóból. Milánóból. Tehát Milánóból irányította a te gépedet. És nem volt olyan, hogy késés, tehát amit mondtál rögtön. Abban a pillanatban volt volt. Tehát szinkronba, időcsúszás nélkül. Tehát nem olyan, mint amikor a tévében látod, hogy kiküldött, mindenhonnét kiküldött tudósítónkat, kapcsoljuk, és elmondta, és akkor jó, ott hallgat. Mert addig ment oda, ugye, és akkor egy idő múlva megmozdult a szája és beszélt. Ez gyakorlatilag időcsúszás nélkül szinkronban tudtok dolgozni. Világ legjobb lehetősége. Laci, akkor majd megyünk hozzá, majd telepítjük a gépeinkre, ott van, és ha valami van, akkor keresünk. Bizonyos szinten nyugodtan. Mondjuk olyan időt találni, mikor én ráélek. Hát azért lehet, de nem olyan egyszerű, meg hát... tudjátok, ez olyan dolog, hogy az orvosnak mindig megszólal a telefonja, és különösen ez a Monika poénját hadd mondja, tehát régebben ilyen szempontból népszerűbb voltam, és jöttek a telefonok, és akkor Monika mindig azt mondta, hát én megint megfordult a pólió a tehénbe, igaz? Szóval, ugye, mert az állatorvost mikor hívták? Mikor a tehénbe keresztbe fordult a borjú, mert ugye egyébként megszűlte a tehén magától, de hogyha gond volt, akkor kellett, és hát ilyenkor jöttek a Laci Segíts című telefonok, de én pont ezért csinálom ezt a blogot, mert a bloggal szerintem sokkal többeknek tudok segíteni kapásból. Jó, na akkor programot tudunk telepíteni, tehát antivírus, illetve hát a káros jelenségekről egy kicsikét beszéljünk. Vírusok és egyéb kártevők, jó? Tudjuk, nem csak vírus van, hanem nagyon sok egyéb káros jelenséggel találkozhatunk. Szóval maga a vírus. A vírus az egy olyan programkód, ami a nevét onnét kapta, hogy a élő szervezeteket megtámadó vírusokhoz hasonlít négy szempontból. Normál eszközökkel nem látjuk. Ugye a élő szervezeteket megtámadó vírusokat se látjuk, csak elektronmikroszkóppal. Azzal látjuk, de normál eszközökkel nem látjuk. Ott van már a szervezetben, de még tünetek igazándiból nincsenek. Tehát lappangás ideje van. Önmaga szaporításáról gondoskodik. Tehát ha bekerült a szervezetünkbe, akkor az ott el is fog szaporodni, és egy idő után valamilyen problémát okoz valószínűleg. Tehát ez az a négy tulajdonság, ami
a számítógép vírus és a élő szervezeteket megtámadó vírus esetében ugyanaz, és ezért hívják őket vírusnak. Tehát ez a névre ez a magyarázat. Na most milyen zavarokat okozhat? Hát adataink veszhetnek el, lelassítja a számítógépet, esetleg legszörnyűbb az, hogy olyan adatokat lop el tőlünk, amivel akár meg is lophatnak bennünket. Tehát bankszámlánkhoz, bankkártyánkhoz hozzáférnek a gépről vírus által ellopott adatok segítségével. Bár ezeket már inkább kémprogramoknak hívják. Aztán léteznek olyan szoftverek, amelyek hátsó kaput nyitnak. Ez annyit jelent, hogy rákerül a számítógépünkre, és az interneten keresztül be tudnak lépni a gépünkre, mint amiről most beszéltem, csak ott mi engedjük, úgy meg nem mi engedjük, hanem valaki belép a gépünkre, aztán ott garázdálkodik, és adatokat lop, és mit tudom, miket csinál a számítógépünkkel. Illetve vannak billentyűnaplózó programok, tehát mondjuk azt egy nagyon jó indulatú kollega meg tudja csinálni, hogy a számítógépünkre telepít egy billentyű naplózó programot, és minden billentyű leütésünket naplózza a számítógép, sőt még képernyő képeket is leszed, és akkor fogja tudni, hogy mikor lépünk be a bankunkba, a levelezőnkbe, és mindenhez hozzá fog férni, mert hogy mit gépeltem be, az is ott lesz neki fájba, és hozzáfér. Hozzáteszem, hogy egy tisztességes antivírus szoftver mindezek miatt rikácsol nekünk, hogy ez van, az van, amaz van, de ilyen lehetőségek vannak, és lehetne folytatni még a sor. Vannak még a trójai programok. A trójai program gyakorlatilag egy olyan spéci vírus, ami a nevét onnét kapta, hogy azt hisszük, hogy egy hasznos program, leszedjük az internetről, telepítjük, van valami hasznos funkciója, csak közben ezek valamelyikét is csinálja. Világos, hogy miért hívják trójainak, ugye? Tehát úgy néz ki, mintha kaptam volna egy ajándékot, pedig valójában kárt okoznak nekem. Mindezek ellen egy integrált antivírus szoftver védeni szokott. Jó, tehát ezek ellen úgy védekezünk, hogy telepítünk a gépünkre egy integrált antivírus programot. Ezek a antivírus szoftverek, ezek valós időben folyamatosan figyelik a számítógépünket. Maga a vírus egyébként hogy kerülhet a számítógépemre? Hát úgy, hogy berakok egy pendrive-ot, és a pendrive-val együtt ajándékba kapok valamilyen vírust, vagy hát valamilyen hasonló kártevőt, vagy interneten megnyitok egy olyan oldalt, ami olyan weboldalt, ami vírusfertőzött, vagy megnyitok egy olyan e-mailt, aminek a csatolmánya fertőzött, megnyitok egy olyan fényképet, ami fertőzött, mert fénykép maga, a fénykép is lehet fertőzött, és a többi, és a többi. Na most pontosan emiatt számítógépet úgy használni, hogy nincs antivírus szoftver a gépünkre telepíteni, az most elnézést durva a kifejezés, olyan, mintha piros lámpás házba járnék rendszeresen mindenféle védekezés nélkül. Szörnyű, ilyet nem szabad megtenni. Úgyhogy
nézzük meg, hogy milyen antivírus szoftverek vannak, illetve hogy tudunk telepíteni ilyen antivírus szoftvert. Rengeteg antivírus szoftver van. Néhányat hadd sorolja fel. Tehát van mondjuk például az Avast, amelyiket itt mi használjuk, ugye, mert ez egy freeware. És hát a magyarok azok költségérzékenyek, érthető okokból, mert olyan csúrók vagyunk, mint a templom megére, a hátsó felünk ki van jóformán. És minket emiatt nagyon színni nem lehet, van Európában olyan nemzet, amelyik legalább olyan spórolós, mint mi, pedig azoknak nincs ki. Gondolok itt a németekre, akinek van német is, és ez pontosan tudja, hogy miről beszélek, olyan sóherek, hogy az valami félelmetes. Aztán van a Panda antivírus, a Kaspersky antivírus, most láttam legutóbb valami Forma 1-es csapatot támogatja. Egyébként ez egy orosz szoftver, ez a Kaspersky. Aztán Node eset, stb. Rengeteg. Még a Norton-tra bírjam fel, az is nagyon elterjedt. Norton antivírus. Na most, ha te veszel egy új számítógépet, akkor általában úgy veszed meg a számítógépet, újabban az ember nem asztali gépet szokott venni, hanem valamilyen hordozható gépet. Tehát azt lehet mondani, hogy 80%-ban most már nem asztali gépet vesz az ember, hanem érthető okokból ugyanazt tudja a hordozható gép, mint az asztali, kicsi helyet foglal el, el tudod magaddal vinni, hogyha valahova mész. Tehát számtalan előnye van. Na most a hordozható gépet az esetek jelentős részében úgy veszed meg, hogy rá telepítve kapsz valamilyen operációs rendszert, általában most már Windows 8-ast fogsz kapni, és valamilyen antivírus szoftvert is rátelepítve meg fogsz kapni. Ez benn van az árában? Ez benn van az árában. A leírásban mindig ott van, hogy előre telepített Windows 8.1, és mit tudom, milyen antivírus szoftver, és általában kapsz Office-t is, de az Office-t azt 30 napos próba verzióba kapod meg. Tehát eltelt a 30 nap, akkor azt mondják, hogy vedd meg. Sajnos sokszor az antivírus szoftver is vagy 30 napos, vagy egy éves verzióba szokott lenni. De nem olyan nagy gond, mert antivírus szoftvert az internetről le tud szedni. Tehát nagyon-nagyon egyszerű a antivírus szoftver leszedés az internetről. A következő modulunk, ami ugye elvileg jövő héttől indul, az az internetről is, illetve hát az internetről fog szólni. És hát ott olyan témákat is megnézünk majd, mondjuk például, hogy tudunk az internetről ilyen-olyan dolgokat leszedni, meg levelezést megnézzük, meg a felhőalapú dokumentum kezelés, tehát hogy én nem a saját gépemen tárolom az adatot, hanem valahol az interneten, hogy aztán ez a Dropboxban, a SkyDrive-ban, a Google Drive-ban, vagy mit tudom, milyen tárolóhelyen, az már más kérdés, de nem a gépemen, hanem az interneten tárolom. Ezekről a témákról fogunk beszélgetni ott, és hát majd az, hogy egy antivírus szoftvert hogy lehet leszedni, az majd egy feladatunk lesz, így gyakorló feladatként. A telepítés az világos. Elindítom, aztán igen, rendben, jó van, oké. A egy év leteltével az újbóli regisztrációt, az pedig ma a foglalkozás elején mutattam nektek. Tehát nem egy nagy valamiről van szó. Csak arra ügyeljetek, hogy nagyon sokszor abba az irányba terelgetik az embert, hogy akkor van az ingyenes verzió, meg a fizetős verzió, és vedd meg.
Tehát háromszor gondold át, hogy mikor, hova kattintasz, mert mind, az a lényeg, hogy fizessél. Na most, maga az antivírus szoftver az a telepítés után folyamatosan működik. Jó? Tehát mindegyik folyamatosan működik, és hogyha te olyan pendrive-ot raksz be, amelyik vírusfertőzött, akkor kétszentség, hogy neki áll rinyálni, visít, mint a vadállat. Mindenféle hibaüzeneteket kapsz. Itt van nekem egy vírussal fertőzött CD-m. Ezt most berakom, és kutya kötelessége lesz majd szólni, hogy ez egy vírussal fertőzött valami. Na most, amikor te egy ilyen vírussal fertőzött állományt megnyitsz, levelet megnyitsz, webhelyre mész, akkor rögtön visít. Most viszont beraktam egy CD-t, és ezt szeretném vizsgálni, hogy vírus van rajta. Ezt úgy tudja az ember megcsinálni, hogy oda megy a számítógépbe, és a CD meghajtón jobb klik, és kiválasztom ezt a keresést, ugye mert az Avasnak a logója az így néz ki. Tehát ez az Avasnak a logója, és most a CD, illetve hát ez a DVD meghajtó, a DVD-n fog keresni, és most elindult a vizsgálat, lehet látni, mindjárt elindul a 100% érték fölfelé. Hopp, már egy fertőzést talált. Jó, tehát igazándiból azt jegyezzük meg, úgy szól az aranyszabály, hogy ha nem tudom, hogy lehet valamit csinálni, akkor jobb gombbal kattintsunk oda, úgyis ott lesz. Ha lehet, akkor ott lesz. Csak el kell olvasni. És egyébként, mikor ilyen fertőzéseket talál, az antivírus szoftver, hát attól függ, hogy miről van szó, máshogy reagál. Hogyha a webhelyre mész, szeretnél menni, akkor nem fog engedni oda arra a webhelyre belépni. Azt mondja, hogy ez egy mivel fertőzött webhely, ide ne menjél. Ha erősködsz, mehetsz, csak ő szólt. Bár nem is vagyok benne biztos, hogy mehetsz. Szerintem antivírus szoftvertől függ. Jó, és ha meg mondjuk egy pendrive-ra mondod, hogy vizsgáld át, és talál egy vírus fertőzést, akkor több dolog lehetséges. Az egyik az az, hogy a vírust törli, mert a vírus az... Igen, talált eredmények megjelenítése. Mondom. Tehát ha talál ilyen vírust, akkor az egyik lehetőség az az, hogy törli magát a vírust. De, tehát ez, bocs, ilyen humán hasonlat, mint hogyha egy rákos daganatot találna valahol, a rákos daganatot lemetszi, szerv megmarad. Ez az optimális eset. Ez a javítás. Ezt most nem fogja tudni megcsinálni, ugye, mert a CD-DVD az nem írható, tehát ott nem tudja leszedni. Ő ezt még nem tudja, de nem tudja. A másik lehetőség, hogy nem tudja leszedni, olyankor vagy törli magát az egész fájlt, ami vírussal fertőzött, vagy karanténba rakja. Olyankor szoktunk valamit karanténba rakni és nem törölni, hogyha az marha fontos, mert lehet, hogy esetleg egy későbbi frissített szoftverrel már le lehet szedni róla. Fejlődik az orvostudomány, és már le lehet szedni róla. Jó, tehát ha én most azt mondom, hogy alkalmazza, akkor szerintem megpróbálkozik vele, de nem fogja tudni, ugye, mert nem írható ez a háttér, tehát nem is fogom
nem tudom, mi lesz a reakció rá, de hogy nem fogja tudni leszenni, abban biztos vagyok. De ha nem kérünk külön vizsgálatot, akkor is... Akkor is működik. Dolog, tehát menet közben folyamatosan működik. Hát ugye csak beteszed, el akarod indítani... És akkor azt mondja, hogy vírus fertőzött és kész. Uh-huh. Jó? De minden mellett azért... Tehát a legvírus veszélyesebb helyek a ilyen plusz 18-as oldalak, torrent oldalak, meg a gyerekek által rendszeresen használt számítógépek, mert ők mit csinálnak, állandóan hozzák viszik a játékokat. Egyiknél elég, hogyha van vírus, aztán onnét kezdve az összes havernál van vírus. És akkor mit mondod? Ugye a hozzáférés nem megoldható, tehát nem fér hozzá. Hozzáférés megtagadja. Ugye, mert ez CD, itt nem tud írni. Olvasni tudja, de írni nem tud. No. És akkor még egyetlen nagyon rövid téma maradt, de szerintem azt következő alkalommal megbeszéljük, mert már látom a készülődést, érzem a jelzést, elegetek van már belőlem, a tömörítést kell majd megnézni, tehát hogy tudok dolgokat betömöríteni. Nem belőled, a mai napból. A mai napból, jó, köszi, megnyitottál. Tehát erre majd még rátérünk, akkor Ildikónál lelőném a felvételt.